Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, a kitelepülőt is után újra a stúdióból. Jó reggelt kívánunk, amely nem szól a gyerekek. Ti szóltok, nem tudom. Szólunk, halló. Szólunk, mi szólunk, halló, szevasztok. Ti szóltok, itt valami van. Na majd most. Ott vagyunk, jó reggelt, hello. Zsűr szamizdat módon elállította a cuccot, amíg nem voltunk itt, nem volt szép minden, zsűr, tényleg. Itt mindent vissza kell rakni az eredeti. Fogom. Eredeti járásra. Tízig eltartom. Viszem, jó, oké. Mondjuk. Jó, most nem, ugye azt mondja, hogy a másik gomb volt az, nem, húzd le, told fel, oké, jó vagy, fordítva. Így gyerekek, jó közel. Jó közel, na hát itt vagyunk újra a stúdióban. Hát, jó kis kitelepülésünk. Jó kis kitelepülésünk, basszus. Ah, Istenem, de jó is volt. De jó is volt. Amúgy hát annyira megúsztuk. Fú, nagyon. Időjárásilag egy ugye 2 órás esünk volt. A végén Kazincbarcikán, talán Fehérváron még egy pici, mindenhol aranyos tündér emberek jöttek, úgyhogy nagyon, fú, nagyon jó volt. De aztán már a Kazincbarcikának a vége is gyönyörű szép napsütéses volt, úgyhogy hú, de jó volt. Alig találtunk ki a városból. Na, azt mondtam, 8:00. Egyébként basszus, ja, hát tényleg. Egyébként. Picit jöttél vissza, hát, mert az elmúlt években ez az időjós szerepet, hogy is mondjam, így megtépázódott. Itt ott csak, de ez most ezt így behúztad. Nagyon, nagyon. Mindent adok. 8 órát, azt mondom, 8 óra, fölnéztem, megmondtam, kisütött. És aztán gyönyörű idő lett. Nem igen. Úgy, mint hétvégén. Azért az cudar volt. Igen, kár, hogy arra nem mondtál semmit. Azt nem mertem bevállalni, de azért, ami vasárnap volt, az a 12 fok szakadó eső és jeges északi szél, azért az combos volt. Ja, igen, megzavartál, mert hogy mondod, hogy vasárnap, mondom, tegnap volt vasárnap. Nem, tegnap hétfő volt. Nem, tegnap már jó volt. Igen, pünköstétől, hú, gyönyörű szép idő volt. Tegnap az alakult. Igen, a szelecske azért megvolt, de már lehetett barnulni is, hogy az ember szélárnyékba állt. Igen, ott már egészen napsütéses jellegű időjárás volt. A vasárnap az visszafogott, nálunk nagy vendégsereg volt, és volt egy barátom, vagy van egy barátom, akinek van egy ikerpárja, 1 évesek, akiket Panyesz, az én lányom, elkezdett így is tápolni, a tündér vitte a 2 gyereket, és kimentek sétálni, beöltöztettük mindenkit, sapka, sál, kesztyű, fiam, nehogy bajod legyen, és egyszer csak sír az egyik gyerek, nyilván apuka kirohan, hogy mi van, édesem, ott áll szegény Panna. Vigyelj, és akkor azt mondja, nem csináltam semmit. A szél elfújta. Olyan szél volt. De egy megvan. Egyszerűen a puffi. A 2 gyerek között. Óriási volt, szegény gyerek. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon komoly nem volt. Nem lehetett kimenni. Nem lehetett kimenni egyáltalán. De a tegnapi nap az egyszerűen gyönyörű volt. Reméljük, hogy ilyen lesz egész héten. Mondjuk én egy picit azért elkezdtem rinyálni, amikor tegnap ilyet mondtak benne a nem tudom melyik csatornán, hogy halt és talajmenti fagyok, és lesz, van, ez létezik. Nulla fok, meg mínuszok, meg ilyesmi. Létezik, igen, csak nálunk ne létezzen most ezen a héten. Reggel, amikor kijöttem, akkor kicsit így, hogy Istenem, mi lesz most? 3 fokok voltak. 3-8. Így van. Az azt jelenti, hogy egy-két helyen már az is lehet, hogy 0. Tehát tudod, ez a 3-8 fok, itt aztán Völgyzugolyban, ahol ugye szélmentes, meg nem tudom mi, hogy simán lehet, hogy 0. Azért nem tudom, mert meg van bolondulva. Meg van bolondulva az időjárás. Nem örültem neki, nálunk középföldön azért oda tud vágni rendesen a hideg idő, úgyhogy... De ezzel sem volt szerintem semmi gond. Vártam a izéket, a hatalmas csomagokat, amiket ugye hoznak a szélszes lányok, hogy hoztak. Én nem tudom, hol lettek. Szerintem nem jöttek. Én szerintem még nem jöttek be. Hát még kell hétfőn, ugye pünkös volt nekik is, kedden reggel mi vagyunk elsők, hát azért ennyire ne legyünk szigorúak. A rólandokat csak... majd tegyétek az én asztalomra. A sütiket, hát te szoktad szeretni. Én szerintem azok elfogytak. Azok elfogytak. Hát azt elviszik a technikusok, meg mindenki. Abból szerintem sok nem marad nekünk. De egyik kezükkel bontottak, másik kezükkel megtolták be egymás után az orosz krémeseket. A 80%-át ők ették meg egyébként. Mi vittünk egy-két szál kolbászt, én például mint a Csabáról, meg egy-két pálinkát Kazincbarcikáról, de hogy szerintem azért a nagyját, azt, amit kaptunk, azt a stábunk eszi meg, mert ugye hát ezeket nem tudjuk mindig elvinni. Én mondtam is egyébként mindenkinek, aki jött, hogy nagyon sokan voltak, és tényleg mindenki hozott, és nagyon szépen köszönjük. Elképesztően jó fejek voltatok, és így kérdezték, hogy milyen volt, megkóstoltuk-e, jó volt, és akkor megmondtam, hogy nézd, nem fogok neked kamúzni, nem kóstoltuk meg, de attól nem kell félni, hogy nem fog elfogyni. Igen, nem is tudunk ekkora mennyiséget megenni, ráadásul nem mentünk haza, tehát egyik helyszínről a másikra kapunk, viszünk egy tortát, az 3 napig ül az autónkban, mindenhol berakjuk a minimárba, tehát hogy technikailag se egyszerű megoldani. Az utolsó helyszínről tudtunk elvinni, meg amikor hazamentünk. Lelke rajta annak, aki emiatt megbántódott, mi volt olyan. Igen, volt ilyen, de mondtuk egyébként adásban is, meg mondjuk most is, meg mondtuk mindig,
hogy, hogy akinek esetleg nem tudjuk megköszönni, attól tényleg így elnézést, meg bocsánat, nem tudunk reggeltől estig 6-tól 10-ig folyamatosan köszöngetni. Nagyon hálásak vagyunk mindenért, amit hoztatok, minden egyes kis figyelmességért. Igen, de volt, aki megsértődött. Nehéz lenne mindenkit felsorolni név szerint. Amit tudtunk, megettünk a helyszínen, azért tényleg még én is krémes tettem, hogy pedig hát ritka pillanat, de tényleg minden, szerintem mindenki megevett mindent, amit tudott. Ja, nagyon jó volt. Igen, jó volt. Dolgunk nagyon volt. Jó volt, reméljük lesz belőle még egy kör, vagy valamikor. A következő életünkben. Hát nem, hát még ősszel esetleg el tudunk menni. Igen, egy hosszabb pihenőre. Egy hosszabb pihenőre is biztos, hát hogy a pihenő előtt, november előtt még el tudunk menni. Egyébként, ha akarunk, szerintem egy ilyen szeptember-októberi turnét még azért lehet. Azért azt még lehet eszközölni, hát azért meglátjuk. Jó lenne. Jó volt, hogy egyébként szerintem, hogy bátrak voltunk egy picit, és olyan helyekre is mentünk, ahol eddig nem voltunk, tehát hogy Békés Csaba és Kazinc Barcika, ugye, egészen konkrétan, hát mind a két helyszín szerintem nem elképesztően jó volt. Békés Csaba és Kazinc Barcika is szerintem fantasztikus volt. Szombat, igen, érdemes új helyszínekre menni. Igen, érdemes próbálkozni. Hát volt, hogy korábban egy picit olyan tekintetben kényelmesebbek voltunk, hogy mondjuk, mit tudom én, Debrecenben sokszor mentünk vissza. Hát ott mindig azért adva volt ugye a siker, mert sokan voltak, szeretnek is minket, stb., de szerintem ezek az új városok. Hát kiabáltam Békés Csaba ellen eleget, tudod, azért nem mentünk volna, mikor de hogy miért mondták, hogy Békés Csabán nem szólunk, hogy az miért tolták nekünk 6 évig, hogy ne menjünk el, hogy ott nem szólunk, és hogy ne te. Egyrészt nagyon sokan voltak, nagyon jó hangulat volt, nagyon szerettek minket, ráadásul kiválóan jön a rádió. Igen, értem, csak nem a 103.3, hanem a 101, egész, nem tudom, hol. Lehet, hogy lefelé, amíg odaérsz, néhány helyen meghalunk, idézőjelesen, de Békés Csabán belül tök jól szól a rádió. Persze. És tök sokan voltak, és ismerték a műsort, és szerettek, tehát hallgatnak minket. Én nem is értem. Nem csak Békés Csaba volt egyébként, emlékeztek rá, jó volt nekünk egy nagyszerű tanácsadónk, Eugén, aki nagyon sokáig azt mondta, hogy Baradlai? Igen, hogy Sopron, mert hogy hát, hogy Sopron is oda, de ő ott élt sokáig, és hogy tudja, hogy ez ne. Elmentünk Sopronba, és szétszették a házat. Igen, bizonyám, azt mondja, Sopronék, akik ki se jönnek. Igen, oda pedig vissza kéne menni, de egyszer voltunk is, nagyon jó volt 2 évvel ezelőtt, és az nagyon jó hangulat volt. Bár most már ne tegyünk könnyelmű ígéreteket, hogy hol, mert akkor megint az lesz, hogy 5 helyszínünk van és 16 ígéretünk. Ha megyünk, akkor majd eldöntjük, hogy ugyanabban a szállodában nem tudunk menni. Azt biztos hallottátok, amiben voltunk legutóbb. A Sopron? Aha. Fabus, mi történt? Mi történt? Elfelejtették szólni azoknak, akik előrendeltek a hétvégére, hogy már bezárt a szálloda, és nincsen. Bezárt a szálloda? Igen, és oda mentek elég sokan, és akkor letaláltak egy ilyen kis cetlit az ajtó mellett jobbra, hogy, nem, okok miatt hogy most jelenleg nem vagyunk tulajdonosváltás miatt, és így az emberek ott álltak a csomaggal az ajtó előtt, hogy mi van. Jaj, Jézus. De pedig ez egy jó hotel volt. Igen. Na de mondjuk azért elindulsz egy Békés Csabáról, egy péntek reggel. Az kellemetlen. Megalszol valahol. Az mókás. Hát gyerekek, az milyen? És úgy, hogy azon a héten foglalsz. És még semmi nem volt? Tehát kedden főhívtam őket, hogy valsz meg? Hogy ne foglalásokat lenne. Még elfogadták, és akkor oda mentél, és ott álltál a kis pakkokkal. Itt egy jaj, de jó, egy jó kis hosszú hétvége, de király. Nem, vagy előre kifizettették mindenkivel? Vagy csak az előleg miatt? Vagy nem pénzügyi okkal? Nem. A pénzügyi részével egyáltalán nem vagyok tisztában, csak maga az, hogy foglalsz, elfogadják a foglalást, oda mész, nincs ott senki. Biztonsági őr is jelzi, hogy... Hát kedden azért, mert tudom, hogy péntekre tulajdonos váltás kellene, lesz. Vagy így gyorsan kellene, ütötték vagy össze a boltot. Igen, hogyha esetleg mondjuk nem kell, hanem szerda vagy csütörtök, akkor megy egy e-mail azoknak, akik foglaltak, hogy elnézést, bocsánat. Igen, ezt és ezt tudjuk felajánlani helyettet. Úgy, tetszik ki. Az azért kemény. Két gyerekkel ott állsz. Hát persze, ott utaztál egyet, és akkor, na mit csinálunk, drágáim? Hát nem tudom, te az autóban alszol. Az kemény, igen. Oh, jó van, hétvégében minden rendben volt, mindenkivel minden oké volt, jó volt. 3 napos kis ünnepecske, mindenki pihent. Jó volt, bemutatkoztunk újra egymásnak a családdal. Mörültek? Kik? Nem kérdeztem semmit, engedd el, hagyjad. Kézzel nekem, már pénteken kifejezetten jó volt hazamenni. Tehát én nagyon ritkán vagyok itt távol a családomtól, és most kedden eljöttem, és pénteken mentem, az ez ritkán van. És nagyon jó, nekem már hiányoztak. De a tusolód, vagy nem a ház, nem a család, tudod, a gyerekek, hogy ott vagyunk, hogy altassam őket. Szóval amikor az ember egy napi rutinban benne van, akkor az mondja, fárasztó, meg milyen kemény, de amikor azt meg nem látott 3-4 napig őket, és én kedden délelőtt jöttem el, és péntek délelőtt keveredtem haza, az én életemben ilyen ritkán van, az 4 nap, ami nem volt rossz, mert aludtam, edzettem, teniceztem, tehát tényleg jó volt.
de úgy tudnak már a kis rohadékok hiányozni, nem? Én hát legalábbis annyira örültem már pénteken, hogy vége van, mert jó volt hazamenni. 4 nap. Azért jó az úgy pihensz is, eszel is, iszol is, alszol is, úgy elég is volt. És örültem, hogy mehetek haza. Ezt nem mindig érzem. Ha a napi rutinban vagy benne. Persze. De négy nap után én már nagyon akkor ott adott tudod be, hogy délután vagy este úgyis találkozol. Úgyis találkozol velük, persze, de így 4 nap után tök jó volt. Tök jó volt már hazamenni. Aztán persze vasárnap újra elindulna az ember még egy hétre. Igen. Mikor vége van a hétvégének. Jó, köszönöm, elég volt, pénteken találkozunk. Egy kicsit ilyen van benned. Most már tényleg jöhet nagyon jó idő, az egy másfél gyereke nem könnyű. Nem könnyű, mikor nem tudsz hova menni. És ő már felfedezni a világot, tudod, és nem tudsz elindulni. Na, mutatunk egy kis ismétlést azért még, hogy milyen hangulat fogadott bennünket Kazincba, cikám. Mert hogy találtunk egy... Melyiket ismételjük most, kivételesen 2 van belőle, a polgit, vagy a polgár, vagy a legénybúcsús párt és az idős nénit, aki a születésnapját ünnepelte. Melyik legyen, vagy a polgi? És bármit tudsz? Nem, 2 is van, azért kérdezem. Nincs, nyomozgass meg a nyelveidet egy hét után, nem kérdezem. Nem, ezt tőletek kérdezem, mind a kettőben van készítve, azért mondom, hogy melyik legyen. Polgi tud lenni, vagy a legénybúcsús pár és az idős néni, aki 72 éves, egy ma van, 50 éves. Legénybúcsú. Az inkább. A polgit már ismét eljött. Nagyon szerettük a polgármestert, hogy a tündér volt, ajándék halmaz. Laci, magad ajtad a fürdőköpenyedet. Nem rossz egyébként. Nézd meg, értem a nagy ékezetet, de rajtad maradt a fürdőköpenyen. Nézzétek már, hogy papucsban van. Te veszi, klapfog egész reggel. Vízes a papucs. Jó, akkor legyen az. Legénybúcsús és a 72 éves néni. Jó, ismételjük ki. A legénybúcsús párunk, akikre ráhoztuk a frászt, és kiderült, hogy együtt tartják a lánybúcsút, és a legénybúcsút ráadásul mindig egyetlen egerben. Balekó. Puha. Puhák. Hogy a fiú ment a lány után, vagy a lány a fiú után, azt nem tudjuk, de látva a lány, szerintem ő ment a fiú után. Árja, csak nem szervezésben, azt hiszem, de majd az anyagból kiderült, hogy a fiúk szerveztek ugyanoda. Tehát a nagy papucs az annyira papucs, hogy még most is ezt mondja, hogy inkább ott leszek. A lány nem is jött volna ki a kitelepülésünkre, csak azért jött ki, hogy megvédje a párját? Mert picit olyan volt az egésznek a hangulata. Na lehet. Nem tudom, lehet, hogy később érkezett. Na mindegy, belehallgatunk, aztán jövünk vissza még, jó? Egy pici ismétlés Kazincz Barcikáról, aztán jövünk még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Ennyi, gyerekek, ahogy szoktam mondani, ennyi, milyen élőben. Gratulálok, nagyon szeretem a Balázs műsorát. Biztos lett volna olyan 8 percünk az adásból, ahol nem rugunk a Janiba. Nem, a Szegedi volt a legjobb. Nagyon szeretlek, emlékszem, nagyon szeretlek, amikor mentünk oda a bocis játékhoz, elkaptunk 2 idősnél. Nagyon szeretlek Balázs, nagyon szeretlek Balázs, és nagyon szeretlek téged, te ott is elmondta. Téged, te ott! Jaj, nem, már ennyi nevet nem tudott megjegyezni. Nem, hát ez nem, persze, hát ez nem ment. De hát aranyos volt. Volt vitamin a nénibe, tényleg, nem? Volt benne lendület, gyerekek. Na, jól van. Nem is tudom, mi lett a múlt héten a játékkal. Mi lett? Megnyertük 3-2-re. Igen. Megnyertük. Behúztuk a hetet. Persze. Most viszont csak 4 játékunk van, ugye? Mert hogy ma már KED van. Ez annyira nehéz ez hozzászokni ez a KED-hez. Nem tudom, nektek is ilyen nagyon erős hétfői hangulat? Valahogy ez a KED most így nincs a fejemben. Nem érzem, hogy nem. Első munkanapom. Mindegy, de most koncentráljunk a munkára. A lényeg az, hogy ezen a héten már nincsenek grátis ajándékcsomagok. Vége van. Csak mondjuk, jó? Nincs ilyen, hogy nem nyertem, de adok. Nem tudom a kérdést, de a választ, de adok. Aki nyer, az kap. Kész. Ennyi. Nem? Aki nem nyer, nem kap. Ez ilyen egyszerű. Legyünk kemények, csináljuk végig, tessék. Így van, muszáj. Úgyhogy lehet jelentkezni újra a játékra. Drága hallgatók, ki voltatok zárva egy hétig, hiszen mindig élőben választottunk. Most viszont visszatérünk hozzátok SMS-ben. Lehet írni nekünk. Jó, ha játszanátok, akkor küldjetek SMS-t, hogy tudjuk. A Gyömrői úton torlódás van, baleset is, emiatt mentők, rendőrök már kint vannak, kerüljétek. Ez a Richter Gedeon előtt történt egyébként. Ati küldte el, köszönjük szépen. Miskolc 2 fok lefagyva a szélvédő. Te jó Isten. Ja, és 10 fokkal melegebbet prognosztizálnak már a hétvégére. Ránkfér. Reggelekre. Van hova fejlődni. Igen, csak mindig ezek a 10 fokos ingázások, ezek ilyen. Van hova fejlődni. Fél hét van, pontosan várjuk a friss közlekedési híreket, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, kedv van, ébredezik az ország, és legalább süt a nap, nincs eső, legalábbis itt Pesten, és folyamatosan most már azért, hogy a májushoz hasonló időjárásunk lesz. Igen, ahogy nézem napról napra, amit Ákos is mondott, egyre melegebb és melegebb lesz. De jó, fokonként megyünk felfele, hát május közepe vége felé már azért jár ez a 24-26 fok, illik, azt hiszem, meg beszünk majd a kánikula júniusban, akkor mindenki csodálkozik, úgyhogy legyen csak jó idő. Na, visszaszokunk a stúdióra, visszaszokunk a régi jó kis körülményekkel, visszaszokunk a jó kis szikkat, péksütik rá. Hát, múlt héten minden friss volt. Gyerekek, pavlovi reflexek, olyan éhes vagyok, mint az állat. Meg jó lenne most valami? Ilyenkor már, vagy egy hétig ilyenkor már nagyon jól voltam lakva, mert ott voltak a szendvicsek, a hostess lányok hozták a teát, friss kis menza teát főztek nekünk, de jó volt. Ja, én is nézek, hogy Ákos popsiját, de semmi, nem vigasztal. Nem, az a baj, nem azért nem a hostess lányok. Nem, hogy érzed? Más a... Nem, valami nem az igazi. Azért a hostess lányok kellemesebbek voltak, mint mind Ákos hátsója, az se rossz. Érted, szakmai alapon Ákos felhetetlen, de így ez az altesti vonal, ez nálam. Bár nézd, ha tud jó ilyen menza teát főzni nálam, azért akkor plusz 2 pontot tudok neki adni. Tehát, hogy... Igen, elereszt feléd még egy buja mosolyt is, amikor átnyújtja a hát, nem tudom, 2 hírblokk között talán. 3 pont. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Zsuzsa vagyok. Zsuzsa, hello Zsuzsa, honnan hívtál minket Zsuzsa? Ibrányból. Ibrány. Mire egy házat a 25 kilométer? Tudjuk, mit mondjuk. Ez vicces. Ne legyél butus, hát a fejünkben van. Minden a fejünkben van. Kivel szeretné játszani, Zsuzsi? Janival. De jó, köszönöm szépen, játszunk is most. Janival szeretné játszani. Elhúzzuk az időt. Jól van. Oké, indítjuk az órát, tessék, esetek egymásnak. 3-2-1, majdnem. Szia, velem szeretnél játszani? Veled szeretnék játszani, mert úgy tudom, hogy neked is ma van a születésnapod, és nekem is ma van a születésnapod. Neked is? Nekem is. Ráadásul azt hittem, hogy egyidősek vagyunk. És? Meg szabad kérdezni. Ehhez képest, én már fél évszázados vagyok, ez fél. Hú, 50-es. 50-es vagy? Jól tudom, te is 50-es vagy? Vagy rosszul tudom? 40-es. Bocs. Na. Én kérek elnézést. Picit ezért haragszol rám? Irigykedsz? Már nem számolom. Az annyira nem. Ajaj, ott vagyunk, már nem. Igen, már nem. Már nem, pedig nagyon jó voltál, nem volt már sok. Szép volt, Jani. Nem volt sok. Még most akartam tortázni a szülinapra. Na mindegy, nem baj. Egy 20 másodperc lett volna még egyébként. Nem volt sok. De jól játszottál nagyon. Jó, köszi szépen, nem mondom, hogy legközelebb, de azért boldog születésnapot. Hát a 60-adikon megint. Ja, igen. Oké, okay, jó. Már Jani privátban, majd, mert... Hát... Beteszem majd előtt a fogaimat, és játszunk megint egy jó. Oké, töltöm a tenyémet. Lesz buli, Zsuzsi, lesz buli? Már megvolt a hétvégén. Hétvégén megvolt a buli, jó volt? Nagyon-nagyon jó volt, nagyon szuper volt, a családomtól kaptam egy olyan ajándékot, ami életre szóló ajándék, úgyhogy... Na, tudhatjuk. Elrepítenek. Persze. Hova mentek? Milánóba. Lányomtól, a páromtól, meg édesanyámtól, és én még soha életemben nem repültem, ez csak nyácsolgatva néztem a repülőket. És szóval Milánó, mert azt gondolom az ember, hogy Róma, nem tudom, vagy Firenze, szóval Milánó az egy pont egy nagy ipari város, van egy-két látnivaló, de hogy miért pont Milánó? Mert nem sok idő van rá, és az egyik lányom már volt ott, ő lesz majd az idegenvezető, és akkor így a rövid idővel tele fog férni. De jó. Kolosseum. Így van, Kolosseum, így van, abszolút, gyönyörű. De szép. Igen. Gyönyörű Kolosseum. A legjobb gondolaik. Igen. Bika viadalok, hát gyönyörű, abszolút. Az meg különös, hogy nem hagynál egy bika. Így van, menjétek egy jó cacik. Zsuzsi, boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm neked is, és minden jót nektek. Sziasztok. Hello. Boldog születésnapot. Köszi. Hát tényleg te ma ünnepelsz, te János, hát te ma van a születi napot. Jaj, te jó. Utól értél. Igen, picit Feri elhúzott a múlt héten, de most behoztam. Lassan 2 50-es öreg papírral üldögélek itt, gyerekek. Öreg papír, te...
Ez milyen, hogy nektek nem sokára 50-nek kezdődik. Nekem még 30-al, nektek nem sokára 50-nek. Nem sokára azért, az még 4 év. Na most olyan nem lesz, hogy mert már 50-te, meg még 30. Sajnos az nem tud lenni. Sajnos az nem tud lenni. Még van egy évem, igen, ami 30-al kezdődik. Félsz a 40-től? Nem. De. 50-től jobban. Nem, a mi 50-ünk. A ti 50-ötöktől jobban, attól jobban félek. Onnantól kezdve megkérni majd a Bliket, hogy a zárójelbe odaírt a számot, azt mindig hagyják le. Vagy ne növeljék, Monika. Ne növeljék, így az éve 37, Erdély Monika. Nem, ott az beragadt. Az valami beragadt. Igen. 5 perc a pontosan 7 óra, várunk friss közlekedési híreket, olyan van is egy budai alsórakparton a Batthyány térnél van egy baleset, mindkét irány totál beállt, vigyázzatok. M5-ös a Budapest felé M0-ás lehajt előtt két kamion ütközött, már dugul az autópálya, ez pedig Tina küldte nekünk, úgyhogy van baj, bőven kerüljetek, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hét óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Robbie Williams dal után már is itt vagyunk. Ez egy jó, hanem a legjobb. Jó. Az egyik legjobb, akkor fogalmazzunk így. Ez egyik legjobb, Robbie dal, amikor még jó dalszerzői voltak, és még jó dalokat írt, vagy még volt kedve, nem tudom, mostanában úgy nem hallok róla sokat, legalábbis nincsenek ilyen átütő erői Robbie dalok, az itt nagyon jó korszak volt, amikor ez a dal született, meg hát az egy jó kis korszak. Jó kis korszak volt. Na, azt mondja, hogy... Bali december 10 havasi koncert. Láttad már a plakátokat? Már egy hónapja megbeszéltük, hogy nincs tavasz havasi plakát nélkül. Egyértelmű. Megjelennek a havasi hóvirágok, megjelenik a havasi plakátkoncert arénában. Hogyne, erről már beszéltünk. De ide csak második helyre szorult Ákos mögött. Tehát kihangsúlyoztuk itt bár héttel ezelőtt, hogy Ákos már korábban bejelentette a karácsonyi nagy koncertjét, mint ő. Most itt van egy nagy versengés köztük, ugye? Illetve a Pál utca fiúk írója, Molnár Ferenc Karamell is. Ugye? Ő is koncertet ad. Hihetetlen, hogy milyen jó író, és milyen jó énekes. Elképesztő. Így van. És az örökzöld rákabilé oda a Fenyő Miklós. Na, azt mondja, hogy mi van az M5-ösön Pest felé? Pisti kérdezi. Hát, Pisti, mondom neked, hogy áll az autópálya, mert a Budapest felé vezető oldal 25-ös kilométerénél kamionos csat van, csak a belső sáv járható, és emiatt van a dugó, ha túl vagytok azon, akkor már minden rendben van. Ajkától Sopronig jó járható, dugómentes, minden rendben van. Aztán jönnek az SMS-ek. Jó reggelt micsoda? Igen, de fura. Még egyszer? Erre nem tudunk sajnos válaszolni, hogy utána nézünk. A nullás bevezetőjénél Pest felé ott van a dugó, vigyázzatok. Trafi Sajó-Szentpéternél a körforgalom után mérik a Sajó-Szentpéter jövőket. Azt mondja, hogy... Láttam még itt egy SMS-t, ezt be akartam olvasni, csak elvesztettem. Elveszett az SMS-e, hallod? Ezt a mindenségét, nem? Kiesett a gépből. Nem megkeresünk 10-ig. Van idő. Még egy óra boldogság a fővárosban. A na mondd addig gyorsan, igen. 8 órától kedd van, gyerekek. Jön a szokásos. Basszus, én ezt most már tényleg nem hiszem el, hogy hagyjanak már békén bennünket. Most Hősök tere, és aztán meg azt hiszem Erzsébet híd. Uh-huh. A taxis demonstráció. Na, jó, ez meddig megy? Amíg nem tudják nyomás alá helyezni a döntéshozókat, amíg ki nem zsarolják, hogy szüntessék be. De ma fognak róla beszélni, hát legalább várják meg. Érted? Azt mondja, hogy most tényleg ma tűzi a parlament napirendre. Sajnos be is fogják tiltani. Beszélnek róla, hát legalább srácok, várjátok meg. Rákészülnek már, vagy tüntetnek, vagy ünnepelnek. Ja, igen, és ha kijön, akkor viszont pezsgő locsolás. Igen. Aj. Na, mindegy, a lényeg, hogy megint nem lehet közlekedni. A lényeg nem ez a sztoriban, de a közlekedési szempontból muszáj. Jani, képzeld, az imádott kis kutyámnak is ma van a születésnapja. Ja, ma 4 éves a drágám, és neked is boldog születésnapot, Balázs, te vagy a legjobb. Nagyon jó van. Ezt nagyon szépen keletbe foglaltad. Figyelj, legalább meg vagy benne említve. Így van, mint egy mellékes, azért rám is pazaroltak pár szót. De egyébként tényleg, én hiszem, szerintem is Balázs egyébként rettenetesen jó, és egyébként pedig a kiskutyának pedig boldog születésnapot kívánok. Na, de tényleg. És köszönöm, hogy én lettem az apropó, hogy mindezt leír. Volt hétvégén valami ünneplés? Elmentetek a közeli McDrive-ba? Volt valami dupla sajtbuci a családnak a pontokból? Volt ilyen, hogy költsük el a pontokat, és mindenkinek egy pöttyös labla benzinkútról és egy dupla sajtbuci egy epes?
sürgősséggel, semmi? Semmi, kifejezetten egy kértem, drive-os parkolás? Ne legyen, úgyhogy nem is volt, de hát nem? Nem, tehát persze ma van az ünnepnap. Na, azért egy vegaburger a Mekibe azért csak lecsúszott, nem? Nem, ja, hogy majd most ma van, és akkor utolj. Mondom, hogy nem, mert ma adnak dupla pontokat születésnapra való tekintet. Személyvel mész? Ma személyvel mész? Nem, utolhajtam a kártyát, hogy tudjál vele vásárolni. Jól van. Hát igen, mégis, ha ma van, akkor majd most hétvégén lesz az ünnep, és előre nem ünnepel senki. Nem. Hát most vasárnap este már megtarthatta volna. Hát igen, hogy megvárod, hogy ugye a napot, és akkor azon a napon, vagy majd a rákövetkező hétvégén. Én megmondom, hogy szintén nem annyira szeretem ezeket a felköszöntéseket, és direkt nem mentünk el. Van egy nagyon kellemes kis helylőrinc, ahol mindig el szoktunk menni, nagyon jó kis étterem. Brutál jó Kentucky. És sajnos a legutóbb is az volt, hogy elmentünk, és akkor volt ez a meglepetés torta, és akkor kijöttek, és akkor leoltották a lámpát, és akkor hoztak a tortát. Jaj, én annyira bírom. Ha nem nekem nem. jön, én a másik asztalnál is tapsolok, és elkerekítettem. Amikor nekem jönne, nagyon szenvednék, de a másnak jön, akkor minden pillanatát nagyon tudom olvasni. Én az ünnepet! Jöjjön a dal! Ú, de szeretem. Biztos, hogy lettem volna benne, hogy valami 5-6 ilyen jófej srác, mint amilyen te vagy, és akkor ők még rájátszanak, mert látják a szenvedést az arcomon. Persze, körbe. 50 ember érted, és te csak 4-nek fizetsz. Sosem érzel olyan hosszúnak fél percet, amíg az elfújhatatlan rakéta el nem alszik, téged körbeállnak, mindenki ilyen félkínosan énekel. Van, aki később kezdi el az éneket, attól és még kínosabb lesz. Kéne a lapot, amikor az asztalfoglalásnál a szokásos elszaparált, hogy hívják, balkon mögötti kis, hogy hívják, egyébként beláthatatlan luk nincsen, csak középen van véletlenül egy asztal. És hozzákatok. És én azt szeretem, hogy valamikor úgy szólal meg a boldog szülőnap ezen a helyeken a halászüdítól, hogy még ugye nem hozzák, de már hallod, hogy lesz a köszöntés. Na, ki lehet lámpa az? Leo, és már nézel körbe, tudod, hogy nem te vagy, tehát vidáman nézel igen? körbe, nem kezdesz szorulni, és megjelennek a tortával, jönnek a pincére. És basszus. Irány, éljen a taps. Így van. Mit fütyül? Hallottátok ti is, hogy valami fütyül? Az ennyi. De tapsra. Nem. Ja, nem. És pacsétál még egyet. Na, szóval, hogy akkor nem volt nem, még, nem volt nem, még ünneplés. Nem. Szerintem nem is lesz. Így 40 fölött már érted. Nem ünnepelünk már, csak miért gyászolunk. Jönnek, ismerősök, barátok. Persze, jöjjön. Ja, látom ők, nem? Küldjék el, amit akarnak, lehet, nem is vegyenek semmit. Mondom, a számlaszámot, azt jó van, azzal bejebb van mindenki. Meg ki egyszerűen nem kell utána járni, te meg arra körtöd, amire akarod. Tök jó. Ennyi. Ez a legjobb. Csak olyan kicsit nyomorult, nem? Nagyon nyomorult, de jó esik. Cash a legjobb, az abból arra költi az ember, amire akarja, nem? Az a legjobb szülinapi. Tegye be borítékba, adja diszkréten oda, aztán majd te meg most érted. Így van. A 26. valami, aminek úgyse örülsz, hát most minek? Minek ha lehet, adja euróban. Nézd az új gazdasági adatokat, szerintem egyre jobb lesz. Igen, most eléggé gyengül. Gyengül a forintocska. Na, hoki világbajnokság volt, illetve pontosabban még most is van, ugye, hoki világbajnokság, és arra gondoltunk, hogy azért foglalkozunk az ügyel, mert egyrészt a magyarok ugye zseniálisan lepik meg az egész világot, és egyre jobban, és egyre többször bizonyítják, hogy igenis helyük van ebben a csoportban. És hát, ami drága Gangsta Zolin kint volt ezen a világbajnokságon, nem is tudom, pont valami eredményt olvastam, és megjegyeztem ott valakinek, aki voltunk, hogy na, a Zoli biztos kint van, és nagyon örüljön. És kiderült, hogy valójában kint volt, igen, tele van élményekkel, úgyhogy arra gondoltunk, megcsörgetjük, hogy meséljen nekünk egy kicsit arról, hogy hát mi volt, mit látott, mit tapasztalt, és milyen élményei van. Én nem is tudom, hogy ő még hogy nem csapattag. Már nem mint játékos, mert ő ugye egyébként űzi is a sportot. Hogy nem. Igen, nagyon ügyesen nyomja. Hát, de hogy valaminek nem lehet berakni a Zolit. Szertáros? Mondjuk, tök milyen, ha milyen boldog. Azt nézik, már elég jók, tehát, hogy... Hát vinné ott a kis korongokat egy ilyen nylon, centrumos nylon zacskóban, vagy hát, szerintem ő egy ilyen emblematikus figurája már a válogatottnak, így is, úgy is, tehát, hogy írtak már himnuszt is, vagy írt már ugye himnuszt is a srácok számára, tudja mindenki róla, hogy az ország legnagyobb hoki rajongója, tehát, hogy így szívét, lelkét kiteszi, hogy gyakorlatilag elképzelhetetlen nélkül egy válogatott mérkőzés, úgyhogy szerintem azért az ő helye megkérdőjelezhetetlen a válogatott mellett. Hát de ugye egy hivatalos posztot adni neki. A labdaszedő. Megnéztem az occokat, amikor Kanadában játszott a magyar válogatott, akkor nem lehetett Kanadára tenni. Ilyet nagyon ritkán látsz. Te nagyon ritkán látsz, hogy nem valami minimális hoc van, hanem semmi. Nem lehetett Kanadára tenni. Nem. Az mennyire durva. Jó, de hát most nem is így kell ezt nézni. Én egyébként soha nem fogadok a magyar válogatott ellen. Hát az egyébként szép. Szép dolog.
Tehát, hogy így szerintem az nem lenne nagyon fair. És hát azért itt lehetett tudni már előre, hogy itt a tisztes helytállás lesz az elsődleges elvárás a magyar válogatottal szemben, tehát hogy azért itt óriási hoki nagy hatalmakról beszélünk. Igen, azt mondjátok meg nekem, hogy ezt az Olitól is megkérdezzük, hogy egyébként a magyar szurkolótábort megdicsérték, megszerették. Igen, hogy egyrészt milyen szabály, nem. Hogy ki az a két ember, én láttam a közvetítéseken, aki konkrétan a magyar szurkolótábort viszik úgy a hátukon, hogy végig háttal állnak a meccsnek. Ti láttátok ezt? Van két vezérszurkolója a magyar válogatottnak, lehet ez mindenhol van egyébként, aki gyakorlatilag szerintem egy darab másodpercet nem látnak az egész meccsből, ugyanis folyamatosan éneklik a dalokat, őket követi a tábor, de háttal állnak egy csomószor, ami a pályán történik, és ugye vezénylik a szurkolókat. És otthon nézik meg. Ők fülesre hallják, hogy mi történik, vagy hogy csinálják ezt. Zseniális egyébként. És mikor látok, kell fölhördülni? Két ember iszonyatosan vezényel, ott van nem tudom hány ezer magyar, akik egyébként tényleg a legjobb szurkolóink egyike, akik kint vannak, hogy az egész VB legjobb szurkolói, és háttal állva vezényelnek. A sorsolásos alapon kell, hogy menjen, mert irgalmatlan pénzért kiutazol, van szállásdíj, érted, minden a meccsekre a belépőjegy, és nem lát semmit nem. Az egészben. És honnan tudják, hogy mi ütöttünk ott? Most értem. Hát lehet, hogy van viszont szembe velük kettő, aki nézi a meccset, és azt mondja, hogy lejeleli. Egyes mutat, akkor te lőttél gólt. Kettes, akkor egy szép védés. Igen, a hármas, akkor elég hármat kaptunk. Egyébként a szakújságírók és a nemzetközi sajtó is azt mondta, hogy a magyar szurkoló tábor egész egyszerűen kiváló. Tehát annyira megszerettek bennünket, hogy nyilatkoztak többen, meg mondták is, hogy hihetetlen óriási népszerűségnek örven maga a szurkolótábor is, mert hogy olyan tűz van bennünk, ami azért kevesebb. Ez nagy dolog. Ez nagy dolog. Igen, hogyha jellemezni kéne a magyar válogatottat, meg a szurkolótábort, a magyar szurkolótábort, akkor a szív meg a lélek, ez lenne a két jelző. Igen. Na mindjárt megkérdezzük, mi történt kint. Itt valami drága Zoling. Zoli, jó reggelt kívánunk. Hello! Sziasztok, srácok. Hello. Jó reggel. Ciao. Milyen friss vagy? Ne vitte, én már nagyon régen fönn vagyok, a kondiba most végeztem. Nem mondod tehát, komolyan, mert le is gyúrtál? Tényleg? Mit csinálsz? Milyen kis ízé, kis lendes, kis terem, kis fekve nyomás, kis... Persze, minden. Hát tényleg? Testépítő gyakorlatok. Azt a hétvégén pedig testromboló gyakorlatok. Tehát én egy ilyen balancot tartok különként. És mennyivel nyomsz fekve? Rúddal, vagy teszel rá súlyt is azért? Nem, a rúddal csúszott. És nagyon kérlek. Ezt a fogpiszkáló, aztán ki voltál, és a rúddal egy csúszott. És azért mész le ilyen korán, Zoli, hogy a komoly emberek mire lejönnek, már ne legyél ott? A komoly emberek azok éjszaka járnak. Tényleg vannak már ezek az éjjel-nappali gyúrótermek, én a múltkor meglepődve láttam, hogy a múzeumok éjszakája után konditermek éjszakája. Igen, mondjuk a konditermek éjszakája, ez nekem az egy paradoxon, mert amikor én máshol szoktam éjszakázni, tehát nem konditeremben, maximum oda, hogyha visznek. De van nem ilyen, tudok róla. Van ilyen, hogy konditermek éjszakája. Na, igen, mesélj nekünk egy kicsit, hogy itt hazajöttél? Tehát egy bizonyos ideig voltál csak kint? Igen, azért kell hazajönnöm, mert a zenekar annyira megy, tudod, hogy koncertezni kellett péntek reggel nekem, de komolyan, tehát én vasárnap reggel tudtam kimenni, pont lekéstem a Magyar-Kanadát, mondjuk az nem olyan nagy baj, és a finn-németre értem ki, mert én azért tudod, egy ilyen negyedrészt azért finn is vagyok, azt tudni kell jégkorongba, és a finn-németre értem ki, azzal kezdtem, és aztán a magyar-franciát tudtam megnézni, ami nem volt egy veretes mérkőzés, és viszont a magyar-finn az meg szenzációs volt. Tehát nekem az egy nagyon nagy értékű meccs volt nekem, és ott, amit mondtatok, hogy a szurkolótábor ugye a végén elénekli a himnuszt, mindig, hogyha kikapunk akkor is, és külön föláll, ez az egyetlen csapat, ami ezt megkapja, tehát ilyen nincsen a jégkorong világában máshol. És a finn játékosok is, meg a franciák is, mikor énekelték a magyar szurkolók a himnuszt a vesztes meccs végén, tiszta szívből teli torokból, akkor így elkezdik lögdösni a játékos, hogy nézd már ezt, hát ez mi ez? Így a Grálundék így megálltak, hogy néztek, hogy most mi történik ott? És ez más szurkolótábornak nincs meg ez a lehetőség? Csak a magyaroknak, hogy ők minden meccs után elénekelhetik a himnuszt? Nem, nincs meg ez a lehetőség, egyszerűen nem jut eszükbe. Nem csinálják meg, aha. És a másik az, hogy a szurkolás az, hogy végigugrálnak, tehát amit mondtatok, hogy hát talál két szurkol, nem csak azok nem látják a meccset, akik a táborban vannak, semmit nem látnak semmiből. Tehát én azért ültem középen, mondták, én együtt laktam egy csapattal, egy debreceni brigáddal, akik benn voltak a táborban, a bajuszos csikósok, talán láttátok is őket. Tehát, a csajok is bajuszosak voltak, mindegy ilyen embertelen tömött harcsa bajusszal, és csikós kalap, és magyar mez. Én azokkal laktam egy helyen, amikén voltunk, mert azok nekem a haverjaim, ilyen debreceni srácok, és ők mondták, ez egyszer az egyik átjött az én helyemre, ahol nekem volt egy ember, a szövetségtől, én a Kovács Zoli, a főtitkár, nekem nagyon jó barátom, meg hát az összes játékos is, és tőlük kaptam egyet, és az elég jó helyre szólt középen.
és ott ültem én, és átjött az egyik srác, és azt mondta, hogy te, hát innen lehet látni a meccset. Én ezt láttam, én nem akartam elhinni, hogy az emberek, akik háttal állnak, fogalmam nincs, mi alapján vezényelnek, hogy csinálják, hogy látják a gólt, egyáltalán tényleg az egész napon mit láttam ebből, hát semmi. A feeling, tehát ott mi van? Ott spiritus van, nálunk meg mérkőzés élvezet. Hihetetlen, hogy nyomja. És a finn magyarra mind a két himnuszt énekelted? Hát igen, egyébként tudom a finn himnuszt is, és elénekeltem mind a kettőt, és egy olyan mezzel voltam, amelyik 10-ra szét van választva, és az egyik fele finn, a másik magyar. Tudod, a finnek és a magyarok is csak csodájára jártak, akkor mindenki velem akar fotózkodni. Tudod a finn himnuszt tényleg? Persze. Komolyan? Na, egy kicsit belőle, valamit, csak úgy az elejét, csak kíváncsiságból. Szó, ami perkelejéből. Ennyi. Persze, igen. Pukken, jokken pukken, flokken. Hát nem az. Te nézzetek utána nyugodtan egy könyvbe, és ez így van. Elhiszem, de ez elképesztő, hogy ezt tudod kívülről. Ez nagyon. Ha ne hülyeskedj, tudod, miért járok filmmeccsekre? 97 óta. 96 óta minden VB-n kimolyok, és az összes filmmeccsen, és végre most mehetek magyar meccsre is, átcsoportos VB-n, óriási dolog. Most mi van, bemaradunk, vagy az még nem dőlt el, nem? Ugye, hát ez úgy dől el, hogy ma van egy francia-belorusz mérkőzés, 4:45-kor kezdődik magyar idő szerint, és ha ott a beloruszok kikapnak a franciáktól, akkor mi maradunk benn. Na most ennek azért kevés az esélye, én nagyon bízom benne a franciákban, most nagyon bízom, most Allé France van, de azért az tudni kell, hogy a franciáknak ez már mindegy, mert ők biztos benn maradtak, viszont a legjobb 8 közé már nem nagyon kerülhetnek be, viszont a beloruszok meg az életükért fognak küzdeni, tehát itt az a baj. Az nem jó nekünk. És a belorusz az kicsit magasabban a rangsorban, mint a francia hoki, tehát ezt is tudni kell. Hogy a beloruszok egy ilyen kellemetlen helyzetben vannak, és a beloruszok ellen, amit csináltak a magyar fiúk, az egészen szenzációs, és mondta ugye a Jani, hogy tisztes helytállás, ez nem tisztes helytállás volt, ez csoda volt, amit csináltak a fiúk. Tehát ez több volt, mint tisztes helytállás, mert az, hogy legyőzni a fehér oroszokat, akiknek a jégkorongja fél évekkel előttünk jár tulajdonképpen, elméletileg, de kiderült, hogy gyakorlatilag nem. Hát én is a németekkel is azért sokáig egában voltunk. Hát a németeké meg még sokkal előrébb jár, és mégis nagyon közel voltunk ahhoz, hogy pontot szerezzünk. Tehát tényleg fantasztikus. Igen, a látottak alapján megérdemelt lenne ott lennünk, vagy ott maradnunk az elitligában, abszolút. Tehát ha a sportigazságot tesznek az élet, akkor azért ma a belorúzók lehet, hogy megbotlanak. Én nem akarok nekik rosszat, de nagyon bízom, hogy kikapszat. Tök érdekes, hogyha végignézzük a meccsen, és mondjuk az ember tényleg nem tud semmit a hokiról, mint ahogy én például nem túlságosan sokat tudok nagyon róla. Nagyon szégyellem magam, igen. És hamucorok a fejemre, megszagatom a turkálos ruhámat egyébként. Légy szíves, és szórja fejedre hamucorok. Igen. És végignézem csak így az eredményeket, 4-1-1-7, mit tudom, 2-6, stb. Ez köszönő viszonyban nincsen azzal az utózöngével, hogy mind a kanadaiak, mind az amerikaiak, mindenki megsüvegeli a magyar válogatottat, és azt mondják, hogy ezek a srácok csodát tesznek. Hát valószínűleg tudják ugye az ország helyzetét, hogy mi például nem vagyunk jégbeli jók. Nem. Ha megnézed, hogy látod az eredményeket, de ha látod a játékképét, tehát nem mindig tükrözi az eredmény a játékképét. Tehát például tegyük 4-2, ott két gólra győztek a németek, egy nagy szrászt, érted? Tehát az utolsó az egy üres kapus gól volt, mert levittük a kapus, hogy megpróbáltunk egyenlíteni. Tehát, és az egy gól is, tehát úgy védekeztünk, hogy az valami egészen elképesztő csoda volt, és tehát mikor már a 80. lövés ment a Miki kapujára a Rajna Mikinek, akkor az bement nagy nehezen begyűrték, tehát a németek úgy örültek, mint a VB-t nyertek volna, tehát ezen is láttam, hogy ez nem volt olyan egyszerű mérkőzés nekik. Na, meg is van, szövetségi kapitánynak kell lenni a Zolinak. Zoli bá, megmagyarázza. Egy állást, Rich Csernomáz, egyébként ő is haverom, ő már egy csomó koncertünkön volt, és nagyon jól érezte magát, úgyhogy a Rich-en nagyon jó dobba vagyunk szintén, és nagyon jó srác, és ő nagyon jó döntéseket hoz. És én nagyon sajnáltam például a Kis Danit, az újpesti testvéremet kihagyta az utolsó rostánál a keretből, mert hogy jöttek ezek a kanadai fiúk, akik megkapták a magyar állampolgárságot, de tényleg jót tett a magyar hokinak, és meg kell süvegelnem, mert igaza volt megint a Ricsnek, és tényleg jó döntéseket hoz sorozatban, és ez mind jót tett a magyar jégkorong fejlődésének. És egy kanadai miért jön ide hokizni? Hát egy kanadai Kanadában... Azért, mert ott Kanada, tehát azt tudnak, hogy Kanadában nem több játékos, több pálya van, mint magyar játékos. Tehát ezt komolyan mondom. Hát a minden kerületre jut három pálya, mint persze. A magyar igazolt játékos Magyarországon. Na, ennyi. Ez ott nem tud kitűnni, itt viszont... Így, ahogy mondom, itt válogatott lehet, és egy átcsoportos VB-re játszhat. Ja, ott meg nem biztos, hogy odaér annyira jók van. Ott valószínűleg az idébe se játszhatna, lehet a
mit tudom én, a kölyök kettőbe érted, negatív korengedélye. Jó, értem, és akkor idejön, megkapja az állampolgárságot, és akkor lesz. Itt sztár lesz és elindul. Aha, na hát én ezeket nem tudom. A Frankie Boy, hogy sztár lesz és elindul, így 40 évesen azért, vagy 41 évesen, sztár lesz és elindul. 41 éves, tényleg? Aha, a Frankie Boy, Frank Benem, ő 41, és tavaly lett magyar állampolgár, tavaly játszott előtt a magyar válogatottban, 40 évesen mutatkozott be. És három éve kezdett hokizni, óriási tehetség. Nagyon 37 évesen lökték először föl a jégre, kiderült, egész jó érzéke van hozzá. Olyan, mint Lami Árpád, a halhatatlan balhátvéd, aki 50 évesen ment le a Ferencváros válogatójára, hogy szeretne jelentkezni a kölyök háromba. Zseniális, igen. És volt egy bemutatkozó, meg egy búcsú meccse. Igen. Milyen Szentpétervár egyébként? Jó hely voltatok itt kicsit? Szentpétervár gyönyörűséges. Voltunk az Ermitásban, mondjuk ott a csicsa nincs olyan túlzásba véve, tehát az oroszok nem érzik nagyon ezt, hogy egy négyzetméteren van 34 kiló arany. Igen. És tehát ott csippantottam volna egyet, akkor életem végig rendben vagyok, hogy honnan egy ilyen fütyülőnyi darabot elhozok. Szóval embertelen túl van csicsázza minden, és nem sok szóba van, tehát én egy óra után azt mondom, hogy szeretném simenni, hol a kijárat enni akarok. Igen, ha bemész onnan, soha nem jössz. Sofi meg a Kóger Dani, a Sofron Pityu, két kiváló játékosunk, ők is elmentek az Ermitásba, és ott a Sofron és a Kóger a negyedik szobotán az ott a sír, hogy szeretnének kimenni. De ott ingyen volt a WC, hogy ennyien bementetek, vagy mit kerestetek? Tényleg, mit csináltál te egy múzeumban, mondd meg nekem őszintén, Zoli. Igen. Hát, szégyenkedtem. Kicsit a sárga rezet próbáltad lekaparni, mi? Igen, próbáltak is műveltséget fölszedni, ha már ilyen nagy bunkó vagyok. Azért az Ermitás, ha ott van az ember, azért azt meg kell nézni, a világ egyik legnagyobb múzeumáról van szó, szóval mégiscsak legalább az ember elmondhassa, hogy ott volt. Igen. Kapirgáltátok halasbicsikával az aranyozást? Nem engedtek a közelébe, mert ahogy egy köti az odert, hogy jön a néni, hogy legyen szíves. Nagyon helyesek, de egy lépést lépjünk. Zolika, ne csinálja. Lépést lépjünk hátra. Volt egy néni, aki meglátott engem, a kis rajzokat a karomon, meg a szép rőt szakállamat, és olyan felháborodás, de az igazi Mühmeier felháborodás, hogy hát ez és így ilyen fejét fogva ment ki a teremből. Teremőr néni? Teremőr néni? Igen, és mondta, hogy ennyire csinos vagyok, vagy miért nem mutatod meg a sarlót, meg a kalapácsot? Az egyik, hogy menő ott. Az azt viccelek, mindenhol szó, ez a győzelem napja volt pont, amikor kint voltunk, május 9-e, felvonulás, ladák tetején katyusa, esküszöm, és mindenhol szovjet zászlók, nem orosz, szovjet zászlók lobotok mindenhol, autóból ki, szovjet zászló mindenhol. Ez nem önkényuralmi jelkép? Nem, hogy önkényuralmi, hogy hagyjam ezt a bohózkodást, csak mi nálunk találták ezt a nyomorú hülyeséget. Zseniális, őket nagyon, ezért nagyon lehet szeretni. Sőt, izéből, villából és kanálból is sarlókalapácsot hajtogattak. Kérdezik a hallgatók, hogy mondjál valami tippet, tudnál leadni, hogy mit játszanak ma meg? Van még meccs, hogy mi van most? A magyar fiúk befejezték a szereplést, legközelebb velük megmondom, hol lehet találkozni. Nem azért, mert olyan reklámot akarok. Június 3-án óriási buling lesz a Varma-Negra Trackbe, és oda eljön a válogatott. Na jó, oda, és ott meg is ünnepeljük őket dicső módon. Jó, azért ez be kellett tolni. Nincs ezzel baj, mondd el nyugodtan. De akár mi történik, őket meg kell ott ünnepelni. Sőt, én szeretném fölhívni őket a színpadra, mert meg kell, hogy tapsolják őket a srácok, mert ők megérdemlik. Emlik. Komolyan mondom. És a mai napra valami, mit tegyünk meg, vagy mit tegyenek meg a hallgatók? Hát a franciákat én megtenném, de azért nagyon ne bízzatok, tehát ne vigyétek túlzásba a bizakodást, viszont este a finneket ajánlom a Kanada ellen, mert ők viszont úgy mennek, mint az ördögök. Tehát tényleg ez a két legjobb csapat jelen pillanatban, 200%-os, és ma egymás ellen játszanak 4-8-kor. Finnország, Kanada, az nem lesz puha. Mondjuk ott az a tét, hogy ki milyen ellenfelet kap a negyeddöntőbe, tehát egyelőre még nagyobb tétje nincs, aztán csütörtökön megy tovább a negyeddöntőkkel, az már éles. Ott már egyenes kiesés, aki veszít, az megy haza. És utána már csak 4 lesz, az a szombaton játszanak egymással elődöntőket, és vasárnap már van a bronzmeccs és a döntő. A betyárját, sűrű ez a program. Elég jó sűrű ez a program fejből. Igen. Hát nem is, ez az én sportom, hogy úgy mondjam. Tehát a jégkorong én vagyok maga. Na jó van, Zoli, köszönjük szépen. Minden nagy képviség nélkül állítottam. De ne, nincs ezzel baj, szerintem tök jó az ember, hogy valamiért így tud lelkesedni. Így van. Zoli, vigyázz magadra, köszönjük, hogy itt voltál. Csokkoltatunk, puszilunk. Zoli, köszönjük. Ciao, puszi, hello. Micsoda átszeremlés, nem? Imádja, tényleg, mindenhol ott van, megy.
De jó, jó. Is egyébként. Úgyhogy ma szurkoljunk a franciáknak. Igen, ugye a magyar bemaradás. Jól emlékszem? Igen, így van, ha így van, a fehér oroszokat megverik a rendes játékidőben, akkor bemaradunk. Úgyhogy akkor reméljük, hogy jó előnként tartották Nicolas Sarközit. Elmegy Budapest felé az M0-ás előtt a 33-as kilométertől 7 kilométeres dugó beállt. Mindenki vigyázzon. Hatalmas dugó van, kamion baleset miatt. 8:02 jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 Jaj, 3:48 lesz. Pontosan egy perc múlva. Hallom, halló, adj. Mikrofon próba, egy-kettő. Anyuk. Itt vagyunk, azt mondja, hogy megtettem Zoli tippjeit, remélem nyerek. Így egy hallgató, hát reméljük egyébként, Zoli ért hozzá. Jót mond. Egy kicsit azért ebbe a Franciaországban a szíve volt benne, hogy ő nagyon annak szorít, ugye, mert akkor a magyarok megmaradnak. Igen. Na, meglátjuk. Majd látjuk. Kisvárán a Mátyás király úton kint van a háromlábú drága fotókat készít, Felhő küldte nekünk. Az M5-ös Inárcsi benzinkutyánál javasolt kihajtani az 5-ös útra, csak hogy elkerüljétek a dugót. A Gyömrőit lezárták, a gyógyszergyár előtt oda-vissza hatalmas dugó van ott is, hajrá Barca. És igen, az M5-ösön már 13 kilométeres a sor. Dabasnál van még az utolsó menekülő. Peti elküldte nekünk, 13 kilométeres sor van, hatalmas dugó. Mekkora élmény így kezdeni a hetet, nem? Igen, ott van komoly baleset van, kamionbaleset, úgyhogy ott készüljetek, van egy kis várakozás. Jó, ha éppen belefutok, a dabasi kihajtónál még el lehet menekülni az 5-ösre. És akkor azt megúszhatjátok. Bár hát nyilván most már ott is torlódik. Valószínűleg ott is torlódik, már persze, de aki tud, az még valamerre meneküljön. Na, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk, mert hogy mit mond Dóra játékunkra. Újra itthon kerül Zsolt, vagyis újra hallgató közül választunk. Valaki már itt is van. Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Marika vagyok, Tiszaújvárosból. Marika! Hello, Marika! Hello. Sziasztok! Jó reggelt, milyen jó kedved van ennek, mindig nagyon örülünk, ha valaki ennyire jó kedvű. Hát, hogy ne lenne jó kedvem, amikor veletek beszélhetek? De helyes vagy. Egyéb apropója nincs a jó kedvednek, csak ennyi? Az, hogy nagyon szép nap van, süt a nap. Itt nagyon szép nap van Tiszaújvárosban. Na mindenhol, azt gondoljuk, hogy hát a legtöbb helyen remélhetőleg ilyen. És most itt elragyogtatok nekem. Bizonyám, régóta próbálkoztál velünk? Jó, na, amióta elkezdődött ez a játék, egyébként előtte is sokat már. De azóta írsz SMS, hogy hát ha játszanál, vagy hát ha játszol, tényleg? Igen. Ennyire profi vagy a visszabeszélő, vagy visszafelé beszélésben? Hát annyira profi nem vagyok, nem tudok, de szeretnék játszani veletek. Figyelj, most már az egész ország megtanulta ezt a játékot. Tehát amennyire az elején estünk-eltünk, most már egyszer kell megmutatni, és mindenki bemondja. Tehát valahogy az emberek hogyan ráállt erre a játékra. Már pont amikor dobtuk volna, és azt gondoltuk volna, hogy ezt soha senki nem fogja megfejteni, hagyjuk, találjunk ki másik játékot, akkor egyszer csak elindult a dolog, és azóta mindenki megfejt mindent. Tényleg egyébként. Igen, azóta jól megy a hallgató. Hallom egyébként, hogy majdnem mindig elviszik az ajándékot. Igen. Remélem, igen. Hogy én sajnos ezen a héten már nem tudunk adni hétvégig is étkezéseket, pedig jó lett volna. Bizonyám, mert a múlt héten ugye egész héten wellness hétvégét is adtunk a tárgy nyeremény mellé. Mivel foglalkozol, Marika? Én idehaza vagyok nyugdíjasként. Nyugdíjas vagy, tényleg? Ezzel a hanggal, ezzel a lendülettel? Hát ne csinálj! De csinálom. 40 évet dolgoztam le, és akkor letettem a tollat. De te olyan fiatalos a hangod. Köszönöm, Bali, Arjold. De ne, tényleg nem mondanám meg. Tehát én azt hittem, hogy egy ilyen korunkbeli hölgyel, nővel beszélgetünk. Erre nem gondoltam volna. Olyan hangod van, mintha Svédországban dolgoztad volna ezt a 40 évet. És most jött meg a nyugdíj. Jaj, te. Letetted a tollat, azt mondtad, mivel foglalkoztál? Könyvelő voltam. Ja. És az nem egy olyan munka, amit az ember a nyugdíj mellett még csinálhat, vagy tud folytatni? Tehát én ebből el kell menni hivatalosan nyugdíjba? Nem lehet ezt így magánzóba csinálni, úgyhogy a nyugdíj mellé? De lehet, csak én köztisztviselőként jöttem el nyugdíjban, és akkor a nyugdíj akkor elvész, akkor csak marad a munka. Most már inkább tehát pihenni akartál, gondolom. Igen, pihenni, így ahogy mondod, Feri, mert már nagyon elegem volt a sok papírból, meg a számokból.
most jelenleg tapétázok, úgyhogy... Tapétázol? Nagyon jó. Komolyan lakásfelújítás van? Igen? Igen, igen, igen. Álmennyezetet ragasztottam, tapétázok. Marika, milyen univerzális vagy, gyere már át hozzánk kicsit, ott meg kéne igazítani egy-két dolgot. Ha válasz felújítás, Marika, hát nagyon univerzális vagy. Átmegyek. Tényleg? Átmegyek, komolyan? Már egy csomó mindent megtanultam, úgyhogy... De honnan tudsz tapétázni, hogy ezt hol tanultad meg? Saját magamtól. De ügyes vagy. Könyvelés után este még. Tényleg átugorhat a Balázsékhoz, mert most kezdett el éppen lefelé potyogni az Ádám teremtése. Igen, persze. A freskók. A freskóim egy kicsit kezdik elhagyni magukat, igen. A Sixtus kápolna másolat a hálószobában egy kicsit elkezdett omlani. Nem bírja ezt a száraz levegőt, párásabb levegőt kell csinálni. Ez tök buli lenne. Igen. Meg is csinálnám. És szalagparkettát is raksz? Meg csempézel minden? Azt is raktunk már szalagparkettát. De jó. Marika, vízvezeték szerelés, villany. Nagyon jó vagy. A bizserától félek. Mit tetszik? A bizerától. A villanytól. Az az áram. Ja, a bizera. Ezt mondtad, hogy bizera? Ja, nem hiszem el. Az az áram. Hogy vigyázz, mert megráz a bizera. Bizera. Megőrülök. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon, nagyon jó. Bizera. Bizera. Ebben a formában ezt én nem hallottam. És milyenek a nyugdíjas évek? Jó? Vagy az ember nehezen találja meg a helyét? Nagyon jó. Van egy 18 éves lányom, Andrea, akivel szoktunk menni koncertekre, ide oda. Mire? Igen, voltunk. Hát az Imagine Dragonson voltunk januárban. Voltunk jégkorong mérkőzésen, melyet azt hiszem a Gábortól nyertem egy vasárnap délután, január 31-én. Garamire gondolsz? Garami Gábor, igen, az ő műsorában nyertem, és ott voltunk a jégkorong mérkőzésen, James Bond koncerten. Elkérte a lány telefonszámát, Gábor? Azt nem. Nem ígért neki pajzán dolgokat? Mennyire lesz egyet, ha nem? Szörnyi. Nem. Szörnyi, miket mond. Na jó van. Én akkor kórházban voltam, és csak így időmúlásból hívtam fel, és sikerült. Jól van, Marika. Na figyelj, de tele vagyunk, úgyhogy nem mondom el, mi van, tudod, hogy mik vannak. Mit választasz? Hú, nem tudom, melyik a legkönnyebb, de mondjuk legyen a tárgy. Legyen a tárgy. Jó, legyen a tárgy. Mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, indítjuk az órát, mutatom, hogy hogy szól. Terekpék. Terekpék. Aha, figyelj, mutatjuk még egyszer. Két keret. Ennyi, nem kell itt megmutatni még egyszer. Hát miről beszélünk? Jó, ennyi. És ahogy előadtad, hogy jaj, hát ezt nem is tudod, hogy megy gyerek. Terekpék, ugye ez volt, ez a képkeret így van. Ügyes két vagy, keret. Ügyes vagy. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, ügyi vagy. Köszönöm, jó, isteni. Na, küldjük neked. Nagyon helyes vagy. Igen. De aranyosak vagytok, nagyon szeretlek titeket, munkahelyen is titeket hallgattalak, ha lehetett, ha nem, akkor is szólt a rádió. Még volt, hogy nem engedték, vagy ott volt olyan munkája, ahol megtiltották tényleg? Hát volt, amikor a főnök egy kicsit haragudott érte, hogy nem kell mindig ez a zenebona, igen. De azért akkor is mindig ment, úgyhogy aztán megszokták, hozzászoktak is akkor. Így mondta a nagy humorzsák, hogy zenebona. Igen. Jó avancsi alatt félreütsz valamit érte. Nem kell ez a csimbum cirkusz. Ez a bírcsaptalás. Igen. Marika, küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon-nagyon köszönöm. Szia. És millió puszi nektek. Aztán óvatosan a bizerával. Azzal igen, azzal nem játszok. Nehogy megcsapjam. A medve és a bizera nem játék. Ciao. Ciao, sziasztok. Szia. Ciao, puszi elől. Azt hívják, hogy kénytelen volt megtanulni a tapétázást, mert a tapéta alá kellett eldugni a férekönyvelést. Nem. Fiam, ennyire durva volt. Nem, a hangja alapján nem mondod meg. 30-as. Ugye? Hogy nem, soha nem mondtuk volna meg, ha nem kérdezzük meg. Na, hát tele vagyunk balesetekkel és útzárakkal. Ogre küldi nekünk, hogy a 46-os főúton Gyoma Endrőd határában történt egy nagyon komoly baleset, ott is teljes útzár van. Úgyhogy készüljetek. Hegyes Halomnál nem sokára dugó lesz, ugyanis készülnek az osztrákok az ellenőrzésre. Figyeljen mindenki, és Kisvárdán a Mátyás király úton kint van a háromlábú drága fotókat készít, ott is óvatosan menjetek. Az M5-ösön pedig, ahogy mondtuk, ugye nagyon nagy baleset van, úgyhogy Pest felé próbáljatok letérni, már 13-14 kilométeres sorokról is írnak hallgatóink. 6 perc van pontosan, 8 óra jövünk Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás.
a legjobbak. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel. Így nem jó, ez nem jó így. Melyik része? Ez nem jó így, hogy ellopják a dalaidat. Ellopják a dalainkat, ez nem tetszik nekem. A felfedezetjeimet, most nem tudom behúzogatni, mert már benn van egyből rotációban. Hát, múlt héten még Justin be kellett tennem, hogy megismerje az egész világ, erre már az Eurovízión is fellépett. Egyik rádió se játszotta. Kicsit egyik a másiknak a következménye volt, nem? Igen. Párszor mi megmutattuk itt a Morning Show-ban az új Justin számot, erre mire jövök be ma reggel, hogy már rotációban van is benn. Már mondom, Zsülesz, mi húztuk be, nem, ez benn van. Már rossz, nem tudsz már rosszalkodni. Komolyan mondom, ne vegyék el a játékunkat, hogy berakunk egy dalt a múlt héten, az ma erre a hétre rotációba kerül. Hát nem, nem akarok egy olyan világban élni, ahol játsszák a dalaimat. Balázs, meg azt az örömet, hogy mi az, behúzzuk azt a dalt. Balázs a múlt héten szemben a trendekkel, illetve tulajdonképpen a trendeket formálva kiadta a jelszót, hogy Justin Timberlake, és azóta Tamara is berakja. Hát most mire jövök be reggel, hogy már be se kell húzni Justin. Most találtuk egy másik dalt, amit felfuttatunk. Hát milyen világ ez? Még a végén jogdíjat is kap majd. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol már ezeket csak úgy beúzogatják. Hát nem marad semmi öröm nekünk, hogy Justin Timberlake-et berakassuk. Fölfedezel egy új zenét, és elveszik tőle. És erre ma már rotációban játsz a rádió. Fedezd már fel a Slipknotot, vagy egy Slayer-t, légy. Komolyan. Na, ha már Justin Timberlake. Eurovízió, én egy baráti társaságban voltam, lehalkítva ment. Aztán Justin megnéztük, mert ott többen kedvelik. Mit szóltok hozzá? Milyen volt? Láttuk Freddy-t is. Ha felhangosítottatok, akkor hangtentőzve lenne a vélemény. Én megnéztem Justin Timberlake-et, olyan volt, mint eltévedt volna. Tehát olyan volt, mint a hirtelen megjelenne valaki, aki tényleg jó a színpadon, és természetes, és laza, és olyan volt, mint azt mondták, hogy Justin, ne menj föl, de már itt vagyok föl meg, de ő nem tudta. Ő ezt nem tudta, hogy hova jön. Összezavart a helyszín, mert tényleg veled Békés Csabát beszéltünk, ugye? Annyira kilógott a sorból, tehát a rettenetesen sok maníros, rosszul éneklő, gicses, semmiről nem szóló, tucatra megjelenő ugyanolyan dalok között. Egyszer csak megjelent Justin, halál jó fej volt, laza volt. Ez a dal egyébként nem egy átütő dal szerintem, amit előadott. De ahogy elénekelt, ahogy a tánckar elnyomta, amilyen laza volt, ahogy eltáncolt, ahogy énekelt és táncolt egybe, egyszer annyira kilógott a mezőnyből, utána jött valami nagyorú görög, nem tudom, és eltátogott valami szörnyűséget. Jorgos Hopsisos, valami borzadályos dalt. Az egész Eurovízió szörnyű. És magyarázzatok meg nekem, hogy vezet sokáig Ausztrália? Hát komolyan mondom az eszemeket, mondom, lehalkítva. Volt egy hosszú ideig vezetett Ausztrália. De Ausztrália, mondom még egyszer, Ausztrália. Aha. Mit keres Ausztrália az Eurovízió? Ne kezdünk nemzetközi válni. Barátkozunk velük, ugye bővítjük, hogy minél több nézőt hozzanak. De csak akkor ne hívják Eurovíziónak. Igen. Vagy jöjjön Ausztrália, énekeljen egy dal, de ne lehessen leszavazni, tehát az Eurovíziót, majd eljön, mint 2018. Majdnem megnyerték egyébként. Hosszú ideig, aztán jöttek az ukránok, felzárkoztak, de hosszú ideig vezetett Ausztrália. Hát értette? Jók voltak. Egy-kettőbe belehallgattunk, borzadály. A nagy többség a szörnyű volt, fölhangosítottuk, lehalkítottuk. Freddy-t is megnéztük. Jó, volt, kicsit szörnyű volt. Egyébként kicsit enervált volt szerintem Freddy. Most még olyanok sem voltak, mint emlékeztek az orosz bábuskákra. Ugye, hogy nem volt ennyire szélsőséges, vagy igen. A finn metál annak idején, de most egy ilyen nagyon összeállt. Talán rendelődött megint a mondani valónak a szórakoztatás. Tehát, hogy én már nem is bánom, hogy a Hunadal nem jutott ki, mert hogy kilógott a sorból. Jó lett volna az, azért az kellettünk volna. Rodálunk, falat. Jujuj. Igen. Elroptuk ott volna egy nagy csürdögölős, jó lett volna. És az a durva, hogyha Ausztrália nyert volna, akkor ugye át kell adni a rendezés jogát a második helyezetnek. Ugye Ausztráliából, a Eurovízió Sydneyből azért az elég hülyének. Tehát, hogy te hiába nyered meg, egyébként teljesen fölöslegesen, mert hogy ugye hát nem is működött volna, meg hát az időeltolódás miatt. Igen, de hát most már jönnek az amerikaiak, Justin fellépés, és a véletlen, meg a kínaiak is szeretnének beszállni, úgyhogy nem sokára véget ér ez az Eurovízió, elveszik ezt. Lassan ez is olyan lesz, mint az amerikai foci, hogy követhetetlenek lesznek a szabályok. Mert ha az ausztrálok nyerek, akkor a második fogja rendezni, de ha a második Oroszország lesz, akkor Ukrajna nem indul, akkor tudom. Igen, egyébként ezt már Gud is elmondta, hogy tulajdonképpen tényleg megvan, hogy melyik ország kire szavaz, és egész évben ugyanaz a körbeszavazás megy. Tehát mi jóba vagyunk velük,
utálnak minket, mi szeretjük őket. Az erdélyektől. Igen, minket nagyon nem szeret senki, de szembesülünk ezzel mindig, de ennek ellenére azért kaptunk pontokat, és... Szóval, hogy az egésznek tulajdonképpen tényleg semmi értelme. Ilyen alapon jöhetnek tényleg a kínaiak, törökök, tök mindegy. Hát akkor lehet, hogy ezért akarják őket behozni. Egyébként, tehát hogy Kínát meg, mert akkor lehet, hogy megint valami megmozdul, lehet, hogy... Jó, de akkor minden évben a kínaiak nyernek. De magukra nem szavazhatnak ja, ők tényleg sem. Magukra nem, akkor várjunk csak azt mondja, hogy... Pár százmillió alatt, akkor ők máshol is. A kínaiak itt szeretnek, hát nézzük meg, hogy hol fogy a legtöbb. Na mindegy, szagyom. Na mindegy, megnéztük. Bele nézeget. 19. Azt már nem is vártam meg. Láttam, hogy nem kap pontot, mondtam, nagyon az elment. Nem. Valahogy nem, valamiért nem voltak rávevők. Pedig mi is beszéltük róla, hogy egyébként a srác alapvetően egyébként tök trendi. A srác tök Európia. Trendi, de legyünk őszintén, azért ez egy erősen középszerű dal. Szóval, hogy azért jó a hangja Freddynek egyébként, ez nem egy túl jó dal. Szóval meghallgattuk mi is pénteken, pont ez sor nem tudni belefelidézni, tehát egy nagyon középszerű. Nekem pont nagyon annyira, középszerű pont ugyanolyan a véleményem, vagy ugyanaz a véleményem, mint a Kálai Sanders dalról. De az tűzesebb volt azért. Tűzesebb? Nem, szerintem egy kicsit azért az a dal az többet tudott helyezésben is. Ami érdekes, hogy ugyanezt mondták a Wolf Katira, hogy előzetesen, na, amikor meghallgatták a dalt, hogy igen? Mindenki szerette. Most ugyanezt mondták a Freddyről is, és a Freddy daláról, hogy előtte kint a svédek imádták, uh-huh. És nézd meg, mi mindenki történt. Mindenki szerette, aki hallotta, de csak kevesen hallotta. Hallani pletykákat, hogy ez minuszott el. Igen? Hallok ezt azt. Na min? Fogadjunk, hogy rajtunk. Már hogy ugye a magyar stábom. Vagy a magyarokom. Igen. A kerítése. nem, nincs benne politika, nem erre gondolok. Egyébként ezt mondjuk, nem erre gondolok. Az, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon nincsen politika, dehogy nem. De hát nyilván mennyiakig benne van a politika. Szól. Meg hát van egy olyan pont is, ugye, ami abból adódik össze, hogy az ott helyet foglaló olyan szakkommentátorok, meg újságírók, meg nem tudom is pontoznak. Tehát több mindenből jön össze a pont. Potya és pogácsa lesők. Pogácsa leső, meleg, átsenyizett szürcsörő újságírók és kommentátorok, akik ott vannak. És hát sokáig szerették a magyar stábot, csak aztán kevésbé szerették már a végére a magyar stábot bizonyos okok miatt. De nem mondhatok el mindent, mert akkor meg kell egy olyan jelösíteket. És a hallgatókat is szerint. És mindenkit egyébként, igen. Szóval nem volt jó. Nem volt teljesen jó a magyar stábnak a viselkedése, a megítélése. Nem szerencsés, ha rárugod az ajtót a vezérlőbe, hogy nem tetszik neked a világítás. Nem annyira. Volt ilyen? Igen. Nem hangzik. Nem szerencsés. Nem szerencsés bemenni. Nem szerencsés így bemenni egy vezérlőbe, hogy berugod az ajtót, minősítetetlen hangneme beszélve, hogy világítsák át a színpadot, meg nem annyira szeretik azt azért ott se. Nagyon. Tehát, hogy mindegy. Ha érted, mire gondolod. Én úgy tudom, hogy nem berúgták, mert fotocellás volt, beesett. Éppen lendítette a lábát, erre kinyílt az ajtó, és mondták, hogy ez fotocella. Szóval ez nem teljesen jó. Viszont Szegény Gundi mit kapott, azt láttam, hogy volt egy versenyző, és... Rosszat mondott rá? Vagy nem, volt valami kijelentése egy meleg énekesről, és azt mondta, hogy szegények, hát azok jártak jól, akik ezt a produkciót lehalkítva nézték végig, bemondott egy ilyet, és hát apró darabokra szedik egyébként. De miért nem lehet véleménye? Vagy nem szép ilyen kommentátorként? Nem, de a nézők szétszették. Neki korábban is volt már ilyen. Igen, de szerintem tök korrektül fogalmazza meg a véleményét. Tehát elmondható, tehát neked is vannak érzéseid, hogy mit várunk el, már nem egy Gunditól, uh-huh. Hanem egy olyan... Hadd kérdezem meg, hogy egy lengyel fiú, aki hát szóval, hogy igen, uh-huh. Aztán meleg volt talán, vagy meleg, vagy nem tudom. És ő egyébként a Gundi nem egy homofób kijelentés. Tehát ez ne halkítva nézték. Hogy aki ezt, a szerencsések azok, akik ezt a produkciót nem nézték, vagy lehalkítva nézték, valószínűleg jobban jártak, így kommentálta ő ugye a lengyel versenyző produkcióját. Aha. Én mit tudom, hogy azon melegében le is halkították a tévét, ahogy megjelentek színpadon. Nem volt benne. Tehát, hogy nem, mert így érteném. Hogy... Miért lehetne véleménye? Miért kell ezért a darabok? Mi a különbség közte, meg mondjuk akkor, amikor mondjuk egy valamilyen sportközvetítés van, és a sportriporter véleményt mond, vagy véleményt formál valamelyik játékosról, vagy valamelyik csapatról. Miért ne tehetné meg ugyanezt a Gundi mondjuk egy dalverseny kapcsán? Hogy ez most nem volt jó, gyerekek, igen. Hát most ezt el lehet mondani, ha nem szólt rá semmi olyat, ami a melegségével kapcsolatos. Akkor nem értem, miért bántják. Igen, na mindegy. Szóval, hát érdekes. Tisztes helytállás volt. Tessék? Tisztes helytállás volt.
Jövőre indítsuk el megint ugyanazt a dalt. Magunkat? A Hunadalt. Na, no, nagyszerű. Mert akkor már nincs nagyon esélyünk lenni. Igen. Nincs nagyon esélyünk bejutni az MTVA-ba, ismerve a beszólásainkat, illetve amin hangot adtam én ott egy-két dolognak, nem hiszem, hogy minket ott a nagy szeretettel. Ha legyen az a dal, akkor excuse me, MTVA. Egy új dal. Bocsecka is még egyszer elnézést, sorry. Vedd új dal, igen. Valaki írja már meg, hogy mi van megint a gyorsforgalmi, mert vecsiség áll az egész. Köszi. Ezt Tünci küldte nekünk. Budai alsó Pest, Petőfitől a Margit hídig arra szól. Oka nincs, egyszerűen sokan vannak. Ezt Deka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jött még SMS, nagyon nagy duga ugye az M5-ösön. A gyorsforgalmira visszatérve lerobbant egy sárga busz, és emiatt van. Emiatt egy kis káosz a Sárkány Center előtt. A dugó emiatt óriási, ezt Mari küldte nekünk. Erzsébet hídon is hatalmas torlódás van, Pest felé koccanás történt, rendőrök már ott vannak, és bedugult a híd. Rida üzeni, valamint óriási dugó a két betétlapot író rendőr miatt van, a két kamion kára egy sárvédő, nincs nagy baleset, egyébként ez az M5-ösen van, csak megy a tökölés, és emiatt nem lehet haladni. Baleset a 46-os út Gyomendrődi határában, Lali Baba küldte, ráadásul ez egy halálos baleset, igen, ja, bocsánat, Ogre küldte nekünk, a Lali Baba az nagyon nevettem természetesen. Lali Baba az vicces név, ilyen. Kisvárdán a Mátyás király úton kint van a háromlábú, ott is drága fotókat készítenek, valamint a Gyömrőit lezártak, így van, ahogy mondtam. A dugó miatt. Színházas hétvége volt, hétvégén képzeljétek el, vagy ebben a három napban több előadást is láttam, gyerekek. Én mi a három nap alatt? Hár kétszer voltam színházban. Egyiken elaludtál, és a másikon ébredtem. És két szenzációs darab, csak egy kis kulturális ajánló, úgyse nagyon mentek el. Persze, persze. Kávé. Még az abban mit van? Az egyikre vigyétek el, hát te már ne vidd el, de te vidd el a gyerekeket, mert elképesztően jól megcsinálták. A Víg Színházban Óza Csodák Csodája. Hát figyelj! Most olvastam meg. Öcsém! De jó? Hollywood. Élő oroszlán? Élő bádogember, élő madárijesztő, élő Doroti. A klasszikus történet? Kis indiai kisfiú elveszik a dzsungelben, és akkor a fekete párduc meg a medve. Abszolút klasszikus. Utána visszaviszik az emberek falujába. Így van. Illetve van egy baba, egy rabló, és akkor ott kardoznak, és ott van egy csoda lámpa. Csiszolják azt a lámpát. Ja, így tudom. Tehát abszolút. Felpolírozzák a részt. Figyeljetek, valami elképesztő. Elképesztő, hogy... De hogy nem már ilyen rossz díszletek, mint a régi szép időkben, nem, semmi, minden tényleg tökélet, nem lehet, Kenta úr csinálta, Kenta úr csinálta a díszletet, tehát azért az jelent valamit. Olyan szintű előadást tettek össze, hogy én nem tudom, mióta játssza a Víg, az valami fantasztikus. Tehát hogy érte Kenta úr, mint Jennifer Lopez? Igen, Jennifer Lopez-esen Kenta úr, igen. Szóval, hogy valami hihetetlen, kétszer egy óra a darab, van benne egy pici szünet, figyelj, a gyerek az szájtát van, észre végig az egészet. Repülő boszorkány, hatalmas óz, brutálisra csinálták meg a tornádót, amikor jön a vihar, az északi boszorkány megjelenik, a közönség felett repül, ég a seprűje, a kezéből tüzet varázsol, manók jönnek. Olcsát. Ez nincs benne a jelenetben, oltsák el, oltsák el. Ezt a főbrobális oltsák el. Mozgó fák jelennek de meg, jó. Bejönnek a szereplők a közönség soraiba, figyelj, hihetetlen. Zenés a darab? Zenés a darab, énekelnek benne, hát ez nekem azért egy kiszenvedés volt, tehát kettő dolgot sosem próbáljátok ki. Az aranyporos úton kell ugye menni. De nem énekeltél bele. De! Toto, nagyon szerep. Steve Lukather! Így van. És a Kenót is próbáljátok ki. Kenó, perce, Kenó. Nem, a gyerek üvöltött be néhányszor a teljesen csendes előadásban, hogy szia, ó, szia, megjelent ó. Figyelj, ózt úgy csináltak, nekem nem lövöm le. Zseniális. Tehát tényleg nézd meg. Hát a gyere, hát ugye vidd el a gyereket, ugye, te egyedül még azért csak nem járnak színházba, nem? Nem jön soha. Próbáltam kettőre itt, hol lenne? Nem hát dorbézol. Jászai leszállni. Jászai leszállni, bemenni kettőre itt, hol lenni, mert szétcsapok összetek. Ez volt az egyik. Szia ó. Szőlem is oroszlán, nem Szelegyei Bélát. Tényleg fantasztikus. A másik pedig az őrült nőket egyszer a Stolla. Hát gyerekek, széles spektrumom azoktól. Figyelj, gyerekes szórakozás, este igen. Egy kis travisó. Anyával. Este egy kis travisó, figyeljetek, a szenzációs. De várj, ez egy napon belül volt? Reggel óz, este őrült nőketrec cége. Hát egy napra jött ki a színház. Az őrült nőketrec az átriumban játsszák. És kiabált benni, hogy hajrá, Tranik! nem vittük. Nem, a ruhatárban letettük a gyereket. Már el is aludt egyébként. Várj, egészen gyorsan. A ruhatáros néni olyan sztorikat mondott, hogy a gyerek hamarosan, nagyon gyorsan belut. Az őrült nőketrece
ez még egyébként egy alföldi rendezés, hát szenzáció. A Stól olyan nőt játszik benne, és annyira szenzációs, és annyira jó, hogy az valami elképesztő. Az valami elképesztő. Hát ha szereted az ilyenfajta jellegű, iszonyatosan szabad szájú, rettenetesen káromkodnak benne, és óriási. Ja, óriási leképezése egyébként a mai kicsit tényleg egyébként, nem tudom, homofób magyar társadalomnak hihetetlen. Megjelenik benne egy politikai párt, amit ha akarsz, akkor úgy értesz, hogy most is van ilyen politikai párt, és hát szenzációs. Szenzációs a darab. Két meleg ember egyébként heteroszexuális fiának a házasodása körüli bonyodalomról szól. Hogy milyen az, amikor te be akarsz hozni egy lányt, akinek az apja a politikus, de közben ott van a papa meg a mama, akik nagyon szeretik egymást, és akkor ezen esemény körül bonyolódik a történet. Hát a Stól az elképesztő. Mindenki nagyon jó benne, de zseniálisan játszik a csávó. Hihetetlen. Zseni színházban. Én nagyon szeretem. Olyan nő, hogy persze, hogy elképesztő. Olyan nő csinál. A dicséret a színész életébe fiúként. Olyan nő. Gyerekek, döbbenetesen jó darab. Érdemes megnézni. Na mi van ezzel a bácsikával? Mondjátok meg nekem. Itt látom a Facebook oldalukon, hogy egy cukrász bácsi bezáratása körül forrong az internet. Mi történik ezzel a bácsival? Miért zárták be? Kinek van útjába ez a bácsi? Na, ugye itt van rögtön az első kérdés, mert... Ki akarja eltakarítani ezt a bácsit? Négytelen feljelentés érkezett a bácsi ellen. Mondjuk el az alaptörténetet, egy 50 éve működő kis budapesti cukrászdáról van szó, ugye? És ahol dolgozik ami drága bácsikánk, ő egy 78 éves gödöllői cukrászmester, nem budapesti, gödöllői cukrászmester. Én láttam vele riportot, ő elsírta magát az RTL híradójából. Ő nagyon helyes. Persze. Kinek ártott ez a bácsika, hogy miért kell bezárni? Hát azoknak a szabályoknak ártott elviekben, vagy nem ártott, hogy nem felelt meg azoknak a szabályoknak, amik egyébként az ország összes cukrászdával szemben egyébként állnak, és elvárás. És ami tehát, alapján, ez a baj, hogy most érzelmi alapon gondolkodunk, és sajnáljuk a bácsit, vagy pedig úgy érzem, ti egyetértetek ezzel a könyörtelen leszámolás jellegű, valószínűleg a cukrász maffia által generált vanília fagylaltól. Ne legyél demagóg. Igen, a gödöllői cukrászok összefogtak a 78 éves gödöllői bácsika ellen. Mindkettek a forgalmára, mert nagyon jól folytak a krémesek. És bezáratták Gyuri bácsi cukrász. Hát milyen világ ez, kérem szépen? Ez ebből a szempontból korrekt világ, abból a szempontból szerintem nem korrekt a világ, hogy megint ilyen, bár ez a névtelen feljelentő is, ugye az egy működő az vonal. Jó, na hát igen, ezt hagyjuk hát már, valahol... hogy ki volt a névtelen feljelentő. Már ki volt, tudod? Én nem tudom, szerintem kiment a Nébik, nem csak fogni kell valakire. Nem? Ja, ez nem, a olvasói riporterünk lefotózta a kulkát a kórházba, hagyjuk már. Bement a bors, azt lefotózta. Igen, ő nem nagyon szoktak így fogni senkire, szerintem, mert ők ellenőriznek folyamatosan. Itt az a helyzet, hogy ha ma Vadon János kitalálja, hogy ő cukrászdát akar üzemeltetni, mert egyébként szereti a süteményt, tehát abszolút hitelesen működtetni ezt a dolgot, akkor őtőle meg fogja követelni a hatóság azt, hogy igenis legyen fölcsempészve a kis fala, ne egy 100 éves vizes házban üzemeltesse a dolgait, vegyen föl rendes kabátot, és a melszőre ne lógjon bele a vanília fagyiba, és ugyanígy Magyarország összes cukrászdáján. De állítólag felújított környezetben csinált ő egy 100 éves fagyi géppel, ami lehet, hogy régi, de hogy azért az még megfelelt. Kifestett, kitakarított, tehát hogy nyilván rend volt, meg tisztaság a szónak abban az értelmében, ahogy mi mondjuk mi civil emberként állunk ez a dologhoz, de nem felelt meg azoknak az előírásoknak, amilyen előírásokat támasztanak a cukrászipari egységekkel szemben, mondom, az ország minden cukrászatával szemben. Igen, ez nem csak rá vonatkozik, ez vonatkozik mindenki másra, és ugye a Nébik egyébként azért a múlt héten is adott ki ilyen hírt, hogy be kellett záratni ezt és ezt és ezt. Nyugtass meg, hogy nem te jártál ott, és írtál valakinek egy levelet, hogy nem te emizdett a vanília fagyi, ugye? Tehát nem a te kezed van, mert hogy nyírja ki Gyuri bácsit. Hát, kedves Nébik, szörnyű dolog történt, velem Gödöllőn jártam már. Én Gyuri bácsit hívtam volna félre. Éppen megnézni, beszéltem volna meg. Átvágtak, mert nem 4 gram volt a komposzt, csak 3,5, és kikérem magam, tehát nincs benne a kezed a bezáratásban. Mindig az érintettel beszélek, én még csak a vásárlókönyvét se kérem ki. Nem, én szemtől szembe, face to face intézem ezeket a dolgokat. Emlékeztek, ugye volt egy korábban egy olyan eset, hogy arról is beszéltünk, amikor például, tudom én, Győrben volt egy karácsonyi vásár, és akkor ott
edukatív céllal házilag készített süteményeket árultak, és oda is kihívták. Ott is ugyanerről beszéltünk, hogy persze emberileg, érzelmileg egy nagyon aljas és elítélendő dolog, de ugyanakkor meg, ha vannak bizonyos kötelmek, meg szabályok, amiknek meg kell felelni, hát akkor meg kell felelni, tetszik, nem tetszik, ez van. De ilyen alakon azért tényleg minden második, harmadik, ilyen kisebb, kis nem tudom milyen cukrászdát azért így be lehetne záratni, egy szörnyű állapotok vannak. Csak megnézték őket, nem ez volt, tehát nem ez volt az egyetlen cukrászda, amit a Nébik megnézett az elmúlt x évben. Hát akkor nyilván azok, ami megfelel az elvárásnak, az működhet, ami nem, azt meg bezárják. Ebből nyilván azért lett ügy, mert tényleg szomorú az, hogy van egyébként egy 78 éves ember. Illés bácsi, hagyják Illés bácsit dolgozni. De így ne hagyják Illés. Ez most egy mozgalom, most indul. Hagyják Illés bácsit dolgozni. Hagyják otthon, csináljon az unokáinak, érted, sütit. Tehát hagyjuk dolgozni, de így meg ne hagyjuk dolgozni, mert a többiekkel szemben is ez szemétség. Azt mondod, hogy jó, hát Illés bácsi már 78 éves, én vagyok a hatóság. Azt mondom, tehát 70-től fölfelé már mindenki azt csinálja. 70-től fölfelé lehet. Sajnos ez nem így működik. Mert mondom, tényleg érzelme, nagyon aranyos, nagyon helyes. Anna is volt egy pár hónappal ezelőtt nála. Én is láttam. Voltál Illés bácsinál? Fotókat. Tehát, hogy komolyan? Igen, Anna, gyere, igen, posztolta, mi volt? Posztolta is ezeket a képeket, tehát hogy tök cuki, meg tök aranyos, meg egyébként javítsatok ki a tévedek, a Nébik nem azt mondta, hogy akkor most is mindörökre, és akkor dózeroljuk el, és hanem, ezért, hanem csináltassa meg, és akkor természetesen tovább folytathatja az ipart. Te voltál Illés bácsinál, tényleg? Igen, februárban voltam Illés bácsinál. Bezárattad a helyet, na de most ért oda a levelet. Nem szeretnék el. Te voltál, mint te voltál? Nem akartam el. Egy atléta trikóba szolgáltak ki minket. Na milyen volt? Nézd meg a posztomat a Facebookon. Nem, én nagyon szerettem az öreget. Nem ízlett a vanília gömb? Nagyon ízlett a vanília gömb, meg a Rákóczi túrósa is, és nem én zárattam be. De akkor mit találtál ott? Jó volt? Finom volt? Nagyon jó volt, és nagyon finom. Tiszta volt? Igen, nem, én a pultig mentem, én nem a hátsó részre, nem megyek általában a cukrászdáknak a hátsó részre. Olvastam ezeket az interneten lévő dolgokat. Kettő között van valahol az igazság. Valóban szörnyű látni ezeket a képeket, viszont mivel személyesen érintve vagyok abban, hogy így beszélgettem egy fél órát a kisöreggel, én végtelenül szimpatikus és szeretnivaló ember volt, aki 50 évet csinál valamit, és ezek a helyek kiveszőben vannak. És nekem ez nagyon tetszett, az oklevelek a falon. Való igaz, hogyha megnézem ezeket a cikkeket, amiket mostanában írtak, akkor ez szörnyű. Meg szörnyű az, hogy mit tudom én, nem az ANTS-nek megfelelő 21. századi dolgok vannak. Én ezt értem, és tudom, hogy mindenkinek meg kell felelni. Ezért nem tudok ezügyben most mondani semmit. Mert ha most azt mondom, hogy jaj, az öreg, akkor persze, de az engedélyek. Ha meg azt mondom, az engedélyek, akkor meg, és akkor az öreg az 50 éves. Ebben most nem tudsz jó lenni. Tehát én az öreggel beszéltem egy fél órát, végtelenül szimpatikus ember, ennyi. Nekem ízlett a sütemény, élek. És még élek, ezt még hozzáteszed? Igen. Szóval ez rohadt nehéz. 100 éves fagyigépet ki kell tenni a pult elé, mint kiállított tárgy. Meg kell felelni elvárásoknak, és föl kell csempézni azt a rohadt helyiséget. És erre azt mondja Illés bácsi, hogy ő már nem akar ebbe pénzt tenni, mert nincs is neki. Ugye nem sikerült különösebb tőkét kovácsolni ebből a dologból, meg már nem fog neki visszajönni, mert ő már nem tudja, meddig dolgozik. Igen, egy képet láttam Illés bácsi, amikor ilyen trikóban ott áldogál, az én Illés bácsival vagyok. És a vízilovakkal, de azért ez picit erős. Ugye? Azért ott úgy vakarnám a fel, mikor bemennék. Azt láttam. Mert nagyon nekem szimpatikus az egész történet. Nagyon egy helyes, idős bácsi, régi gépeket. Szívszorító a történet. Igen. Én nem tudom, hogy ez most tudatos vagy nem. Egy fotót raknak ki most mindenhol. Illés bácsi a 6 számmal nagyobb XXL-es 1972-es vasasos ilyen, nem tudom milyen, ilyen útés, hálóink-szerű, ilyen kinyúl. Amikor meg hűvösebb van, az nagyon durva. Konkrétan egy téli kabátba volt bent, és egy ilyen műszerkucsmába. Hát mekkora az öreg? Hát én ezt nagyon. Hát én nagyon. És közben adja a kis francia krémesét, hát én nagyon szeretem ezt a történetet. Hát annyira kár, hogy ezek eltűnnek. És nem? Egyébként sorált. Tehát amikor én voltam, akkor előttem még 3 embert szolgált ki, utána nem jött mögöttünk senki, és azért tudtunk vele fél órát beszélgetni. Nekem vérzik a szívem, de hát én egy ilyen. Vérzik a szíved, vérzik, de ezt meg kellett írni azt a levelet. Nem én írtam. Vérzik, de az, amikor befűzted az írógépbe a gépet, azért. Nem, én soha ilyet nem tennék. Én személyesen. Én egy érző lélek vagyok. Én valóban bennem van ez az önkéntes rendőrködés, de olyan szituációkban, ami azt mondom, hogy rögtön face to face, tehát hogy rögtön ott megmondom, én nem megyek se NAV-hoz, se ANTS-hez, én nem ez a típus vagyok. Én, hogyha valóban valaki eldobja az utcán a papírt, akkor volt, hogy oda mentem, és fölvettem, és elnézést, ezt eltettem. És meggyújtva a szájába tömtem. Azt kedvem lenne hozzá, de igen, én valóban, ha ez önkéntes rendőrködés, igen, megteszem ezeket valóban. Az öreget följelenteni, nem tudom.
tudom. Igaz, amit mond, mert most a Ferinek is van egy étterme, biztos meg kell felelni előírásoknak. Tény, amit tény. Most ezt jól belekevertek. Megy is a népik nem sokára. Megy hozzá, megy hozzá. Gondolom, hogy ellenőriznek. Persze, persze. És igaz, ott biztos a földről lehet enni, mert olyan rend van. Ismerem a Ferit, tudom, hogy... Nem ott teszünk mi asztalon. De tudom, de ott is lehetne. Én ezt megértem. Volt a népik, és utána kurdított, és egy kicsit a szakállát a Feri mellett voltak. Én azért néha bemegyek ilyen körút menti giroszos, meg ilyen olyan helyekre, hogy oda miért nem megy az én néha a nébik, érted? Tehát amikor a levet... Mert nem elkapjanak valamit. Érted? Tehát amikor azt láttam, hogy a csávó, érted, leveszi a tornacipőt és üti a csócányt a falon, hogy elmegye, és közben ászott a kis giroszoddal, érted, és még egy kis cacikit kérsz bele. Azért vannak már ebben is nagyon szép helyek, meg vannak kultúráltak. De hogy azért ott is csodát találnak, ezt azért sose hallott, hogy azért ilyen körút menti egy-két helyre, hogy belátogattak egy-két ilyen, érted? Nem tudom, hol leanyod, süti a kis giroszát, megnézném azt a csirkét, honnan jött. Csepeg a tűnki sztájlot, tudod, mellett, a nyárs mellett. Majd arra jár a kis öreg főjelentője, és akkor ők is föl lesznek nyomva. Egyébként még a körúton. Igen. Csak meglássak valamit. De most tök helyes a sztori, most összedobják a bácsinak? Ez egy annyira helyes történet, én ezt bírom, hogy most gyűjtenek a bácsinak fagyigépre, hogy Illés bácsi dolgozhasson. Csatlakozzunk mi is a Hagyják dolgozni Illés bácsit mozgalomhoz. Igen, igen, igen. Ők is támogatják. Én beszállok ebbe a mozgalomba. Hagyják ott dolgozni, de úgy, hogy már a megfelelő keretek között, hát adjunk neki. Egy kis polgárságot neki gödöllő. Ami 10-20-30 milliót kéne ebbe a kis cuccba beletenni. A gépek, a felújítás, tehát ezért ez komoly összeg. De miért nem az van, hogy biztos volt már más cukrászna, amit a Nébik bezáratott, hogy nem lehetne grátis odaadni azokat a gépeket? Kitakarítani, és akkor másik bezárt feléletet cukrászdában. Ez már egy bevezetett bolt. Tehát újra legyen gödöllőnyeges nyalat. Nem jó maga. Illés bácsi, miért nem csinál múzeumot? Kérdezi. Ez egyébként ez egy jó cukrászmúzeum. Egy cukrászmúzeum, ez egy jó ötlet. Sütni szeret, ő imád sütni, neki ez az egész élete, hogy ő reggel föl kell hajnalba és süti a süteményeket. És annyira cuki, nincs nála nagy választék, de azt ő süti minden reggel. És én azért becsülöm, hogy ő kettőkor föl kell is csinálja. Elképesztő a története, elképesztő. Kettőkor kell, süt saját kezét. Tök helyes, az egész sztori tök helyes egyébként, igen. És persze tudom, vannak ANTS szabályok, persze. Tudom. De persze, tehát hogy most... Értem, Jani, tudom, hát te nem érzem, hogy alkudó vagy. Van egy rakás 100 éves cukrászda az ország területén mindenfelé, és valahogy, és nekik is megvannak ugyanezek persze, a gépek. Tudom, és így van, tudom. Hát és mégis valahogy egy picit így léptek előre, mert hát lépniük kellett ahhoz, hogy működhessenek. Azt írja valaki, nagyon helyes az idős bácsi, meg hagyják dolgozni, múltkor lecsót csinált, és keveredett ott egy külön tűzhelyen, és keveredett ott a kapolyába. Jó, igen, ezt nagyon nyira cuki, de ő cuki. Elmondta nekem, a felesége távozott az életéből, lelépett. Ő mondta, hogy ő ezt elengedte. Hadd menjen az asszony, nem most, mit tudom, 25 éve egyedül él, ő maga rendezi magát. Hát jó, hogy lecsót főzni. Ki főzne neki lecsót, ha nem ő? Hát, nem a vanília fagyi mellett. Hát, és akkor basszus. Ettél már vaníliás lecsós fagyi? Rohadt jó lehet. Én meg fogom kóstolni. Helyes ez a sztori egyébként. Mindjárt kész a pisztácia és a harrudok. Hogy Kazi írja, kár, hogy a régi jó dolgokból nem marad semmi, nem sokára egyébként. Így van. Ez mennyire igaz. Érted. Aztán megjön a másik fagyi, ami meg tele van adalékanyaggal, meg fölfújják, meg egy gombot nem tudom mennyi, és sorokálnak. Érted? Sorokálnak, mert tudják olcsónak. Nem, most nem mondom, hogy melyik típusú fagyi. Fújják a fagyit, fújják. Teszem, az menő, meg trendi, így van. Na jó, van. Tényleg, keresünk már valakit, aki följelentett valaha életében valakit. Nem kell, hogy aláírjátok. Írjátok már meg nekünk, ez mindig annyira titokzatos. Olvasó riporter, aki lefotózza kurkát a kórházba. Igen. Hagyjuk már, az. De tényleg. 4 napja ott sátrazott a Bors újságíró, és szegény beteg kulkát egyikét lefotózhassa. Olvasó riporter. Legalább tessék bevállalni, nem? Hogy így van, bementünk lefotóztuk. Ne kenjük már más szerkesztő állandóan. Szerkesztő riporter, aki ellenzéki politikus, próbált meg bemokszerol. Nézzük már meg, hogy valaha valakit feljelentette már valaki ebben az országban. Biztos, mert állítólag milyenek vagyunk, de aztán sose derül ki, hogy ki vagy. Nézzük meg, hogy nem tetszett egy szolgáltatás, levelet írtál, hogy bosszúból, vagy mert bökte a csőrödet, vagy nem úgy szolgáltak, ki te feljelentetted. Éttermet, cukrászdát, szórakozó helyet, bármit. Írjanak már azok, akik tényleg egyébként feljelentettek, nem elítélő módon, nem akarjuk őket bántani, nem is hívjuk vissza őket. Csak hogy volt-e már olyan hallgatunk, aki valaha valakinek írt egy panaszlevelet, vagy feljelentette? Bármit. Most majd feljelentik egymást, tudod a hallgatók, hogy igen, tetszett, de nem fogja meginni, de én most följelentem nálatok, hogy ő nem fogja ezt bevállalni. Hát ha van ilyen hallgatunk, írjátok meg, jó, hogy ti kit, mit jelentettetek már fel, hova, kinek, mikor panaszkodtatok. Várjuk az SMS-eket, ha van ilyen hallgatunk, mi pedig jövünk Ákos hírei után.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan 2 perccel. Hagyják dolgozni Illés bácsit mozgalom. Részemről. tökre érthető, amit ti mondtok. 20 000 forint alaptőkével. Igen, szegény Illés bácsi, ugye hát egy 78 éves gödöli cukrászmesterről beszélgetünk, lehet, hogy holnap megpróbáljuk majd felhívni, ha még nyilatkozik. Ő ugye hát elsírta magát az RTL híradó kamerája előtt. 50 éve csinálja egyébként a fagylaltot, és hát be kell, hogy zárjon, mert szabálytalannak minősítették a lassan már ugye 100 éve gépekkel készített sütit. Azért ez fura egyébként ugyanakkor nyilván, mert hogyha azok a gépek mindenféle higiéniás szabálynak megfelelnek, azért miért ne csinálhatna valaki? Hát nem felelnek. De nem felelnek igen, meg, igen. Meg a környezet se felelt meg, tehát ha valaki látta a tévés anyagot, akkor azért, na, ott felsziszentél. Igen, na és erről beszélgettünk, hogy ugye az ország szerte híres cukrászdáról, jogos, nem jogos, ki mit gondol róla, illetve hogy kik azok, akik ilyenkor ugye úgymond feljelentenek, mert minden bulvárlap és minden hivatal sokszor mondja, hogy hát érkezett egy feljelentés, és ezért kimentünk megnézni, kvázi tulajdonképpen kicsit átteszik a felelősséget ugye mással, hogy van-e valaki tényleg ebben az országban, aki bevállalja azt, hogy ezt vagy azt, ilyen vagy olyan szolgáltatás, szervezetet, bármit feljelentett. De írnak hallgatóink, hogy azért jelengetnek. Sokszor egyébként jogos teszük hozzá már, ami az SMS-ből kiderül. Írta valaki, hogy csináljunk a bácsinak egy Illés koncertet. Más kárán, nyomorán rögött. De ez szellemes, de nem szellemes. Ne gondold, hogy letagadhatod. Ne, a bácsival vagyunk, nem. Na figyelj, aki ebből azt írja, hogy mi most Illés bácsi rögtünk, az tényleg, az menjen a fenébe. Azt nézem egyébként, hogy nézem, hogy egymás után olvasgatom az SMS-eket, de az például nem ír, aki minket nyom fel rendszeresen. Hallgatlak mindig benneteket, amikor csak tudlak, feljelentenek titeket a zenemára. Most is jegyzetelek már. Ma már kicsit később keltem, úgyhogy a megköszéről lemaradtam, remélem nem volt bele semmi olyan, ami miatt el tudnak benneteket messzelni. Igen, mondtatok esetleg valami csúnyát 6:30 között, mert sajnos nem szólalt meg. Remélem benne lesz a Best of-ba. Én az apámat nyomtam fel, mert ittasen indult útnak az autójával. A mai napig a szomszédra gyanakodnak. De figyelj, de ahelyett, hogy azt mondod ennek, hogy papa ne menj el, meg elveszed a kulcsot. Nem hallgat rád, elindul, akkor viszont felnyomod. Hol nyomod fel? Fél oda a rendőrség? A rendőrség, igen. Nem rossz próbálkozás kideríteni, kijelenti fel állandóan a rádiót, írja egy hallgató, igen. Én egy svéd bútoráruházat jelentettem fel, mert a vadonatúj 170 ezeres forint a szekrényhez, grátisként ágyi poloskát kaptam. Engem nem csíptek, csak a férjemet és a két kisgyerekemet. Egy évig havonta írtam levelet, e-mail, telefonáltam, a mai napig megvannak a bizonyítékok, de semmit nem tettek az ügyemben. Egy üvegben. A bizonyítékok mi a csípés fotók vagy a poloskák? Még elnézést sem kértek tőlem. Lehet, hogy a svédeknél kellett volna őket feljelenteni, kérdezi egy hallgató. Egy ismerősöm mesélt, hogy egy kisfaluban az egyik házi cukrászt a saját anyja nyomta fel, mert szerinte túl sokat keres vele. Volt egy másik is egy másik faluban, őt meg a szomszédja jelentette fel ugyanezért. Az, amikor anyát fölnyom, mert jól megy a biznisz, azért az erős, nem? Hát nézd, lehet, hogy nem volt leadó belőle, tudod, de anyuka felé. Kimaradt egy névnap. Felnevelt feleg. A páromnak felmondtak egy csillagfoki étteremben, mert elfogadta a borravalót és nem tette be a közösbe. Én bosszúból felnyomtam az éttermet a konyhája miatt és az ételek tárolása miatt is. Két nap múlva hívtak vissza, a párom napokig pucoltatták a konyhát, hogy újra kinyithassanak. Majd az lett a végén, az asszony a lelkemre kötötte, többet nem merjen felemelni a telefon. Azt mondja, hogy évek óta jelentgetem a különböző mobil szolgáltatókat, mindig 30 000 forintot kapok vissza, jogtalanul kiszámlázott tételek és az ügyintéző magatartása miatt. Ekkora személyiség a pénzkereset. Ez már inkább pénzkeresés, igen. Én a munkáimat jelentettem föl, mert 3 hónap után, szombat, vasárnap és folyamatos túlóra után elvárják, hogy halottak napján is feketén túlórázunk. Azzal a mondattal, hogy amit nem tudok beolvasni, pont. A kérdés, hogy sikeres volt-e a dolog, azt nem írta meg egy hallgatónk. Én egyszer egy redőnős jelentettem fel a NAV-nál, biztosítós volt a csere, de nem adott számlát, buktuk a biztosítást. Emiatt. Én egyszer a postást jelentettem fel a postánál, mert pont láttam, hogy dobálja a csomagokat. Tamás küldte nekünk. Én a szomszédot jelentettem fel, mert veszélyes volt a melléképületek, amiket ugye mellénk húzott, és mi nap mint napot játszottak a pici gyerekek. Féltem, hogy rájuk omlik a vakolat, egyébként lebontatták az épületet. Saját munkáimat nyomtam fel a NAV-nál, mert néha nem adtunk számlát. A főnök egy rohadék volt, 3 millió után picit észhez tért. A bünti, 3 milliós bünti. 3 millió volt a bünti, igen.
Igen. Én az Ázsia Center egyik éttermét jelentettem fel, mert a terhes barátnőm romlott kaját kapott. Kimentek, persze találtak bírságot. A dolog működött. Kaptuk SMS-ben. Volán buszsofőrt jelentettem fel már, mert télen bankkártyával kapartuk a busz ablakát, olyan hideg volt, és nem kapcsolta be a fűtést. Hát, nem értem, milyen a fűtés. Most lehet, hogy nem volt már rajta. Elromlott, akkor nem tud mit csinálni. Vagy megkérdezed, hogy ne haragudjon, sofőr bácsi, van magának fűtés, van fiam, akkor miért nem kapcsolja be, vagy mi? Én anyukámat jelentettem fel, uzsora kamatra hitelt vett fel a nevemben. Ó, azért vannak Jaj. Igen. Ebben a cukrásztoriban egy nagyon szomorú momentum is van, a lakossági bejelentés, kinek fájt a szerencsétlen bácsi. Igen, hát azért valljuk be szintén, hogy a hivatalok hát mindig ezzel takaroznak, ez a lakossági bejelentés titulusa, hogy egyik, hogy persze a személyiségi jogokra hivatkozva nem mondják meg, hogy ki volt a bejelentő, de hát ha volt egyáltalán bejelentő. Igen. Vagy egyszer erre hivatkozni mindig. Nemrég Karcagon nem felnyomtak, hanem felgyújtottak egy cukrászdát, mert túl jó volt a forgalma. Ez szilveszter küldte nekünk. Azért az is kemény, nem? Akkor már inkább a nébi. Igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket. Hát akkor vannak azért, akik itt jelentgetnek. Vannak. Kicsit én többet vártam, hogy írnak, nem? Még írják, csak hosszú a feljelentés. Igen. Megmutatjuk a beugrót, jó drága hallgatók, ha játszanátok velünk hármas ugrást, figyeljetek, mutatjuk, mit kell kitalálni. Na hát ez nem nehéz. Ez nem nehéz, volt is már egyébként. Na, cuki kis feladat. Cuki kis feladat. Írjátok meg, hogy mit hallottunk, jó? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Kész lett Pákó Vadonat új dala. És? Igen. Akkor most hazamentek? Hát most már végképp. Figyeljetek, egy hónappal ezelőtt ugye fölhívtuk Pákot, aki elmondta, igen, hogy sok tízezer magyar szurkolóval ő is együtt készül az EB-re. Ezzel még nem lenne semmi baj. És tudja, hogy melyikre? Ezzel se lenne semmi baj. Viszont képzeljétek el, hogy ő nem csak ígérte, hanem megírta ezt a dalt. Na, ez biztos, hogy nem Pákó, valaki ami... alányult. Vagy ez egy régebbi dal, amit régebben ígért egy másik ebbére. Kész van a hivatalos stúdió munkálatokkal is, mindent megcsináltak, leokéztak, rendben van. Ez egy szurkolói himnusz. Oh, de szép lesz. És a szöveget írta, vagy a zenét? Vagy mindent. Mi? Ne. Mindent. Szerintem ne hagyjuk ki. Csörgessük okulásképpen. Okulásképpen. Hogy a műhely munka, az alkotói műhely munkát felfedezzük. Figyeljetek, én azt hittem, hogy csak ígérgeti, hogy jó, majd írok egy dalt. Csak a szokásos. Csak a szokásos, hogy oké, majd írok egy dalt. Megírta. Készen van. Felénekelte. És ez az EB szurkolói himnusza. De arról kidönt, hogy ez, igen, ez hivatalos? Vagy ez hát... Vagy csak Pákó, azt mondja. Hivatalos? Egyik jelölt 18 versenydal van. Ja, 18 versenydal van. Szóval akkor nem lesz soha. 18 versenydal van, és ő az egyik jelölt. Aha. Hívjuk már fel, hallgassunk már bele. De a ne. Hát énekelj el élőben. Pákóval, vagy meghallgatjuk a dalt. Én két traumát ma nem bírok. Tehát, vagy az egyik, vagy a másik. Vagy csináljuk azt, hogy az egyiknél benn vagy, te a másiknál én. Jó, cserébe. Alá, meg mind a kettőnél. Én kis mennyiségben kedvelem őt. Én tudok rajta röhögni. Na, már jönnek az SMS-ek. Lenne jász. Kihagytam egy szót. De, megkapjátok, felehallgatunk. Kíváncsiak, hogy Pákó fejében mi él az EB-ről. Tudja, hogy melyik EB. Hogy milyen EB. Hogy azt hogy játsszák. Hogy mi van az ő fejében. Tehát mit kell átadnia nekünk, mint szurkolói dal. Nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy meghallgatjuk Pákó dalát Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után 10 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Már itt vagyunk újra a stúdióban. És hát szeretjük azért mi ezt a stúdiót, de. Gyönyörű helyen van. Gyönyörű az épület. Gyönyörű az épület. Szóval azért a kitelepülés, igen, az volt a mi világ. Bericse, rossz. Ez is nagyon jó, itt születtem, ez a hozzám.
Jó kis kitelepülés, Kazincbarcika. Milyen helyesek voltak a Kazincbarcika? Nagyon jó fejek voltak. Szakadó esőben ott álltak, 8-kor kisütött a nap. Van egy-két videó a Facebookon, ahol hát megtáncoltattuk, megmozgattuk őket, illetve pontosabban az Instagramunkon, ahol már egyébként 110 ezeren vagyunk mindjárt. Ez az. Megy föl az Instagram oldalunk szépen. Hétvégén ápolgatott te? Nem nagyon. És az Instagram oldal? Néha kirakok egy-két képet, meg egy-két idézetet, amit kapok, vagy egy képet, ami tetszik, de most a kitelepülésről van inkább sok minden. Kazincbarcikáról, meg Békés Csabáról. Magadtól idézel? Álszott a nénivel, nagyon szerettem a nénit, aki ilyen tiszta, telitorokból nagyon röhög valamin éppen. Szóval, Jani, hogy befeküdt a tehén alá, ugye az ominózus kép. De jó volt az. Igen, segített János a fejésben. Szóval, és egy-két fotópályázat, illetve pontosabban igen, a fotópályázat is indulgat, szóval el vagyok én a kis instás barátainkkal. Növekedtünk most, hogy azért végre fél év után kaptak újra képeket, így egészen jól fölugrottunk százról. Ez nem úgy van, hogy csak oda kenjük minden nap két van. Igen, hát ez néha kicsit pihen az oldal, aztán újra életre kell. Érted, az utolsó vacsora se két nap alatt készült el. Bizonyán. Azt is festegették azért. Na, néztetek Forma 1-et hétvégén? Nem. Leszoktam róla. Én is egyébként. Én olyan jól tudok rajta néha szunyókálni, de most hétvégén valahogy belekeveredtem, és megnéztem, hát a Rosberg meg a Hamilton azért csúnyán elintézte egymást, illetve pontosabban Hamilton szerintem, legalábbis amit én láttam, a két Merci az első kör, első, ha második kanyarában csatra vágta egymást, és ki is estek mind a ketten. De nem is ez volt a jó, hanem utána mutatták, hogy hívják be őket ugye az elbeszélésre. Megjelent a Hamilton sajtófőnöke, a Rosberg, az Rosberg sajtófőnöke. Volt jó kedv. Senki nem vett el a bukósirakot, és mentek be így együtt egy ilyen közös nagy megbeszélésre, még a futam alatt. Hogy nem tudjanak a szájukról olvasni. És mondták azt, hogy most ez ment be, most az ment be. Mi lehet, ez is megérkezett, ott van Niki Lauda, úristen, most mi lehet a megbeszélésen. Merci az első körben kiütött egymást, ugye Rosberg gyönyörűen lerajtolt a Hamilton, csak aztán Rosberg visszalassult, Hamilton kiment a fűre, a fűvön viszont megpördült, viszont gyorsabb volt, tehát utolérte a Rosberget, és hátulról neki vágódott, és mind a két autó romokban az első körben. Ritkán látsz azért ilyet, hogy két autó ennyire szisztematikusan kinyírja egymást. Ki nyert? Nem is. Nem emlékszem, valami nagyon fiatal fiú, aki élete első Red Bullos versenyében, majdnem Fernando Verdasco-t mondtam, de ő teniszező. Majdnem rámondta, hogy Verdasco. Megunta a tenisztechnikai sportág. Nem, az Róma volt, egy ezres átépő. Hát, fia, nem, Verstappen van ilyen? Van. Mondjuk ő már nem új. Nakajima. Takayama, aki már a rajtrácson mindig megdöglött. Figyelj, nem tudom, ezt most bocsássák meg nekem, a formájra jók. Azt tudom, hogy az első Red Bullos futamán indult, és azonnal, hogy 18 vagy 19 évesen behúzta, baromi fiatal, ő lett minden idők legfiatalabb Forma 1-es. Arborétum. Arborétum? Igen, a híre székesfehérvári Arborétum. Igen, Verstappen talán, de majd úgyis megírják a hallgatók. Szóval érdekes. Hát gyakorlatilag futamon ő a két pilóta között a feszültség, most elméltanak nem jön ki úgy a lépés, mint tavaly, Rosberg meg tarol. Nagyon, mert 4-ből 4, illetve hát most ugye nem jöttem, elintézte. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, nézzük, mi a helyzet az utakon. A reptéri gyors forgalmin a belváros felé elrobbant egy volánbusz, hatalmas a dugó. Élesítik a trafipaxot az M7-es 83-as kilométerénél. A buszvezető elképesztő jó fej a gyors forgalmin, mert hogy irányítja a forgalmat. Hát, ha már lerobbantál, ráérsz, tudod, akkor legalább segít. Én vagyok, oké, de jövök. Váltott. Szegény. Váltott meneti nem van, jöhetnek, mertek az adtuk, ő nagyon helyes. Budai alsó rakpart Petőfitől Margit hídig arra szólt, Deka küldte nekünk, Erzsébet hídon van egy koccanás, emiatt is dugó van, illetve az M5-ösön Pest felé hatalmas baleset, két kamion, és hát próbálnak betétlapot cserélni, óriási a dugó, az Inácsi benzink után állítólag még ki lehet menni az 5-ösre, ez dugó elkerülő küldte nekünk. Egyik hallgatónk írja, hogy Anna felhívott, hogy meséljem el, megígért, hogy visszahív, aztán nem jött. Ne arra ugyatok Annára, előfordul, hogy van egy-két más irányú elfoglaltsága is itt a műsorban. Bocsánat. Verstappen.
Verstappen? Verstappen és Horstweber is. Ja, aha, igen, és Horstweber. Ja, hogy ő, ugye? Horstweber és Verstappen. Derik is tartott. Az. És ott volt a Ferrari. Ja, Ferrari. Igen. Szóval ő nyert. Gratulálunk neki innen is. Látom, te leragadtál a rajtnál, az kis balesetet megnézed, és aztán alszod végig a cuccot. Na, ha már két autó, akkor nem tudom, hogy láttátok-e, az egyik internetes portál csinált egy rejtett kamerás felvételt. Csak hogy ugye úgyis most már elindult a taxistrájk, rájönnek hallgatni a srácok bennünket. Hadd szeressenek még jobban. Az a baj, gyerekek, hogy ezt most annyira behúztátok, hogy az valami irgalmatlan. A következő van, az a bizonyos oldal. A Liszt Ferenc repülőtérről a Szent Gellért térig ment el. Először ugye egy beautiful sárga taxival, így mondja a gazdája, mert kérdezi ugye az álturista, hogy ne haragudj, hogy ez hivatalos taxi, és erre azt bírja mondani, hogy beautiful sárga taxi, a sárga szó az így van. Tehát egy rendelkezésre beszélek angolul, de legközelebb yellow. Jó? Tehát, hogy ha már ezt a három szót összeteszem. Nekem ideig tetszik egyébként. Jó. Beautiful sárga taxi. Igen, same in English. Igen. És ugyanezt az utat megcsinálja a közellenséggel, vagy a számotokra ellenséggel, ugye Uberrel is az emberünk. Jaj, de jó, ezt szeretem. Ráadásul külföldi turistának kiad magát, tehát nagy labda ez a taxisnak. Aha. Nagy. És itt lehetett volna bizonyítani, hogy elindítod az órát taxisként, itt lehetett volna bizonyítani, hogy korrekt árat mondasz, és itt lehetett volna bizonyítani, hogy te egy rendes... Most, hogy fókuszban vagy, most, hogy odafigyelnek rá, most, hogy gondoltam. Bizonyítani azt, hogy te jobb vagy. Igen. Na, mondom a végösszegzését a videónak, egyébként nagyon könnyű megkeresni, ha valaki meg akarja nézni. Az utolsó néhány másodpercben ugye föliratozva van a történet, ahol is következő van, az Ubertől érkezett számla, térkép, hogy merre vitt a taxis téged, vagy az Uberes, bocsánat, mondjuk így, 5200 forint, és mellette pedig a nem indította el az órát a taxis, és 15000 nem mondod 15 komolyan. 15000 forintot kért el érte, hogy 50 euró, vagy 15000 forint, ez lett az ára, még egyszer mondom, ugyanaz a fuvar, tehát a repülőtéren beszállt, és a Szent Gellért téren kiszállt. Szerintem ez egy provokáció, kettő rossz indulatú, vagy 3-10-ből egy, és 4 te jelentetted fel Illés bácsit is. Így is van, igen, azt akartam, igen. Hagyják Illés bácsit dolgozni. Azt szerettem volna mondani, majd Illés bácsit is mondok, milyen még egy, csak hogy új barátaim legyenek, azt szerettem volna mondani, hogy nyilván nem kell általánosítani, de gyerekek, hogy közöttetek vannak ilyenek, akik ezt ebben a mostani helyzetben ezt megcsinálja. Érted? Ha egy csöpeszed van taxisként, tehát ha taxis bajtás vagy, akkor legalább most nem csinálod ne csak ezt. Ne csak az Uberest keresd meg, ne csak az Uberessel akarjál beszélni, hanem keresd ezt a kollégádat, és beszéljél vele. Igen. Ugyanúgy, ahogy az Uberessel beszélnél, vagy beszélsz. Ja. Még egyszer mondom, nyilván nem kell általánosítani, tehát nem biztos van ilyen, olyan persze. Taxis, aki indítja az órát, és rendesen nem biztos, nyilván, hogy van ilyen, tehát nem kérdés, ez van ilyen. De amíg ilyenek vannak köztetek, gyerekek, addig nincs miről beszélni. Addig nincs, mert a másik oldalon igen. Meg... Igen, és hát pont ez a, igen, amiről beszéltünk, az Uber előnye, ugye egy kézpénz alapú üzletágba ő egyszerűen behoz egy olyat, ami átlátható, ahol nincs fekete fuvar, ahol nincs lehúzás, tehát hogy ez a jövő. Ezt lehet lassítani, meg be lehet tiltani most még, meg 5 év múlva, de ez a jövő. Szóval, hogy én nagyon drukkolok az Ubereseknek. Sok szempontból nagyon rettenetesen irritál az, amit a taxisok csinálnak. És háromszoros áron, tehát 5000 és 15000 lett a különbség. Pontosan, 5200 lett, azt hiszem az Uberes, és 15000. Úgyhogy nem indított órát, és nyilván hiéna, tudom, most írhatjátok a taxisok, hogy persze, nem általánosítunk, és nem mondjuk, hogy minden taxis ilyen, és nem mondjuk azt, hogy mindenki ezt hiszem, mert vannak becsületes taxisok, vannak normális taxisok, én is utaztam jó párral, De hiszem azt, hogy ezek a fajta szolgáltatások, ezek a fajta applikációk jelentik a jövőt. A haladást lehet lassítani, de nem tudsz nagyon az útjába feküdni. Előbb-utóbb úgyis ez lesz. Én egyébként most ebben az esetben például kifejezetten sajnálom azokat a taxisokat, akik egyébként becsületesek, akik befizetnek mindent, akik adnak számlát, akik egyenlő jogokért küzdenek, és közben ilyen emberek vannak köztük, mint ez, aki 15000 forinttal megvágta ezt a bizonyos
turistát, és nem adott számlát, és beautiful sárga taxizat, és stb. Mert hogy ezek az emberek teszik tönkre azoknak a munkáját, akik becsületesek és tisztességesek. Mert az, tehát, hogy itt még akár el is tudom fogadni, hogy neked egyébként tagdíjat kell fizetni, leadód van a taxitársaság felé, sárgásítani kell a kocsidat, nagyobb a izéd, a nem tudom, a rezsid, mindened. Én ezt még ezt is elhiszem, érted? És akkor mondod azt, hogy Uber megy, ennyi érte, meg annyival drágábban mész, amennyi a többleted. Én még ezt is elhiszem. De amikor egy ilyet olvasol, hogy nem elindítva, számlát nem adva, háromszor adja. Igen. Hát akkor... Én ezért is hiszem azt, egyébként, és gondolom azt, hogy olyan szabályozás kell, ami nem gátolja a versenyt, hanem erősíti a versenyt és támogatja. Érted? Tehát, hogy ne egy szolgáltató legyen a piacon, ahogy egyébként nem egy telekommunikációs cég van, és nem egy étterem van, és nem egy nem tudom mi van. Tehát, hogy legyen, igen. Tehát legyen egy olyan szabályozás, ami egyszerűen hozzájárul ahhoz, hogy legyen egy verseny, és hogy én eldönthessem, hogy én a sárgával megyek, vagy az Uberral megyek, aztán győzön az, aki engem jobban meggyőz, olcsóbb, jobb, vagy emberbarátabb, vagy korrektebb, vagy becsületesebb. Nem? Ja, meg tehát nem ez nem, ez, azt, ez hogy... nem támaszt, hogy tiltsuk ja. be, és én csak a taxisok legyenek, ez semmilyen formában nem segíti se a versenyt, se az utasnak a lehetőségeit egyszer nem tesz hozzá, mert egy van, abból tudsz választani. Ha mázlid van, becsületes jön, ha nincs mázlid, akkor meg van buherálva az óra, vagy nem ad számlát, vagy érted, nem tudom, nem tudsz hívni, leintesz valakit az utcán, és levesz 8000-rel. Az Ubernél nincs ilyen. Abszolút nyomon követhető minden. Szóval... És ha én biztosra akarok menni, hogy jó minőség, mert az Ubernél lehet egy rosszabb minőségű kocsi, ha én biztosra akarok menni a jó minőségű kocsiba, meg a tisztább, akkor majd taxit rendelek. Én megértem, hogy egyébként ez a fajta változás és sokakat bánt, mert hogy van egyfajta monopól helyzet. És ha ez a monopól helyzet megváltozik, akkor ez sokakat sért. Én ezt értem. Mindig azt sérti, aki monopól helyzetben van. De nekem utas szempont viszont az a jó, ha versenyhelyzet van. Igen. Nem? Tehát a monopól helyzet az egy valakit szolgál, azt, aki fenntartja azt a monopól helyzetet, jelen pillanatban a taxisokat. Engem utast ez nem szolgál, mert átvágnak sokszor. És tisztelet a kivételnek, nem mindenki. Vannak korrekt taxisokat, hogy ezt tegyük hozzá. Nekem utasként az az érdekem, hogy több mindenből tudjak választani, ezt majd eldöntöm, hogy mi a jó. Persze feleljenek meg a hatósági engedélyek, legyenek meg, adjanak számlát, legyen nem tudom, fuvaros szerződésük, meg szolgáltatásuk, meg mit tudom én, tehát legyen meg minden, ami meg kell, hogy legyen. Személyszállítási engedélyek, stb. De hajrá Uber, abszolút. Igen. 150 ezer ember megy már velük, gyerekek. És írhatod, hogy hazug disznók vagytok, meg hogy ez nem taxi, hanem hiéna, az egy sárga taxi. Gyerekek, az engem nem érdekel. Az egy sárga taxiautó, ha ezt meg tudja csinálni, akkor sajnos ez ő árt a taxis társadalomnak. Így van. Hát a reptéren ott áldogálnak, ugye hivatalos taxija van a reptérnek. Tök kultúrát, nagyon jó, oda mész egy bódéhoz, bemondott, hogy hol laksz, jön a taxi 2 percen belül. Nem is érted, hogy kerül oda. Ők bejönnek ugye oda, ahol az utasok jönnek ki, és még te mielőtt oda tudnál lépni a reptéri hivatalos személyszállító, nem tudom, taxitársasághoz, ők már elkezdik taxi, érted, és viszik ki az ártatlan utast, aki ugye nem tudja, ültetik be, és háromszoros pénzen viszik el, mert nem tudja, hogy még 3 lépés jön, és ott a hivatalos taxi. Hát ez is mennyire pronyó, nem? Csak ott megy a taxi, aki már gyorsan ezért viszik el az ártatlan külföldieket, mint egy áldozat, tudod, akire így lecsapnak. Hát szörnyű. Na mindegy, meglátjuk. Ma dől el? Hát állítólag ma már beszélnek róla oda benn, a nagy épületben, a Dunaparton, aztán, hogy meg is hozzák, majd meghozzák-e a döntést, azt nem tudom, hogy hozhatnak-e döntést. De már ma megy a beszélgetés, hogy csak nehogy aztán lesz. Legyen egy taxitársaság, vagy később, aki ugyanolyan szolgáltatásokat nyújt, mint az Uber. Hát előbb-utóbb lesz, igen. Beindul a pancsó taxi. Igen. Nem jó, ha nincs verseny, az mindig annak jó, tényleg, aki benne van. Nekünk a mi érdekeinket ez nem szolgálja. Na, hívjuk Pákot, kérdezzük meg, hogy mi van ezzel a dallal. Igen. Gyerekek, ő ígérte egy dalt, és nem csak ígérte, de be is váltotta. Mindjárt kiderül, hogy ez most jó, hogy beváltotta, vagy nem. Én tudom, hogy sokakat irítál Pákó, engem kis mennyiségben nagyon szórakoztat. És hát kész a dal, ezt nem hagyhatjuk, hogy ezt ne hallgassuk meg. Szóval, ő is ugye benevezett egy dalversenyre, és 18 szurkolói dalból választ majd ki az EB hivatalos dalát, és Pákóé az egyik. Hát, milyen világ ez? Két olyan ember van a világon, akinek félünk az ígérgetésétől, meg hogy beváltja azokat az ígérgetéseket, Kim Jong-un és Pákó. És most az egyik sajnos beváltotta. Igen, na csörgéstől jöhet nyugodtan, jó? Nem kell ha már csörög, akkor nyugodtan beadhatjuk. Kérdés, hogy hol kapjuk el. Ugye elmondta, hogy stúdióba vonul, és hát csinál egy dal. És ahogy hallom, már nem is csörök, hanem itt van Bauni! Pákó! Bauni! Na! Te nem vicceltél, te megcsináltad ezt a dalt. Nem. Először is milyen élmény volt életedben először egy stúdióban lenni?
Ez mindig jó érzés, mindig jó érzés. Mindig azt mondom, hogy a most is nagyon érzem, akkor hogy veletek beszélgettek a stúdióba, hát ugye a telefon keresztül, de bejelentem nektek, és most jön a foci EB és olimpia. És a készítettem, csináltam egy dal a EB-re és olimpiára. És szeretném, mindenki ezt hallgasson. Na most ezt hova csináltad, az olimpiai, vagy ahogy te mondtad, AB? AB, ez az AB. AB. Ez a futball AB. Ez a futball AB. Mert az olimpiát is mondta, hogy... ez a foci AB. És ez egy hivatalos szurkolói dal? Igen, ez hivatalos a szukolói dal, csináltam a EB-re, EB-re és olimpiára. Ezt akarom, de mindenki ez énekli. Aha, hajrá magyarok, hajrá, én is az vagyok. Igen, hajrá. Én is az vagyok. Ez az jó volt, Jani. Pákó, te egyébként nézel focit? Vagy te szereted a focit? Tehát egyébként van kedvenc csapatod, vagy drukkolsz, vagy csak mint az, aki itt él nálunk, és most a magyar válogatottunk ebére megy, te is drukkolsz a fiúknak? Nem, amikor gyerek voltam, menjünk vissza Nigériába, én nagyon jó focista voltam, mindig is fociztam, benne van a vérembe, és mindig is azt hittem, hogy én egy profi focista leszek. De ez nem úgy történt, áll a Istene, hát átmentem a másik irányba, de amikor már itt élek Magyarországon, imádtam, szeretem a Ferencváros, a Újpest, a Kispest, elég széles a merítés. Sokakat szeret, igen. Kispest, más egy életet tölt el azzal, hogy egy csapatnak drukkol, te habsolod. De te sokat szeretsz egyszer, hát ezért vagy te egyre szerethető, mert kicsi Újpest, kicsi Fradi, hát nincs még egy ilyen ember, aki mindkettőt egyébként. És te Nigériában fociztál, tényleg? Igen, fociztam a két csapatban, hát be akartam is kerülni a nigériai csapatba is, és ami nem nagyon sikerült, mert a Nigériában rengeteg focisták vannak, aki nálam is jobbak találnak. És valahogy nem nagyon tudtam bekerülni, hát megkaptam azt, hogy ide jöttem, és elkezdtem tanulni Magyarországon, de azóta is benne van a véremben. Pákó, is igaz az, hogy az, hogy a nigériai labdarúgóknak azért olyan legendás a labdatartásuk, mert nem merik berúgni a bozótba a labdát a nagymacskák miatt? Nem mennek érte menni. Ez táfolom. Na, figyelj Pákos, mit kell tudni a dalról? Tehát, hogy brutális hangszerelés, hihetetlen hangtechnika, három hétig vettétek föl egy londoni stúdióban, ahol a Queen dolgozott 91-ben. Nem, a Queen-nel vett. Igen, Brian May. Dolby Digital Surround. Brian May és Steve Lukather gitározik rajta. Nagyon sokat dolgoztam ezzel a dallal, hogy jó sikerüljön. Nem akartam sietni vele, de annyit tudok tudni erről a dalról, ez a magyar foci EB és olimpiáról szó, hogy a bátor is sokó tetés, és lelkesen mehenek oda, és hozzanak oszta és aranyát. Hát mindannyian tudjuk nagyon jó, hogy a Magyarországon ez a kicsi ország, kicsi nemzet, de mi harcolunk a világ ellen. Nem félünk a satától, mert mindenben a sakától én sem. Nem félünk a sakától. Mindenben helytállunk. És a bízom benne, hogy a magyar csapatnak minden aranyát adok. Mit játszottál? Milyen poszton játszottál egyébként? Mi voltál? Nigériában. Én egy tízes pólót oldok. Tízes voltál? Tényleg? A betyárját. Ez a kis fekete lábam, hát úgy tudom, hogy felállkoztam a labdával a pályán, hát nem tudjátok. A kis fekete lábad, de lesz volna? Kis pici fekete lábad. Ugye abban kicsi kis fekete topánkáidban. Tízes. Na jó van, Pákok, hát meghallgatjuk akkor ezt a dalt, maradj itt velünk, kicsit belehallgatunk, jó? Nem mondom, hogy végig.
belehallgatunk, aztán meglátjuk utána, még beszéljük. Nem teszek könnyelmű ígéreteket, hogy végig hallgatjuk, jó? Tehát azért ezt ebben a formában nem merném meg. Igen, belehallgatunk, ha jó, akkor egészen sokáig engedjük, és akkor utána még beszélgetünk egy kicsit. Jó, maradjál itt akkor a vonalban. Jó? Abszolút, Balázs. Jó, oké, maradjál. Na figyeljetek, így szól a dal. Tőlem már megállíthatod. Puskás Zsocsi. Itt vagy, Páko, hello újra, ciao. Abszolút jó az a dolog. Jó, ami tetszik. Puskás Zsocsi, fél Puskás Zsocsi, nagyon jó, hogy mondod. Hát a Puskás Zsocsi. Először arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy a hangmérnök ott jelen volt-e az eseménynél, de aztán rájöttem, hogy igen, a keverésnél, igen. Mert ő húzta le Pákót, mert az annyira rossz érte, hogy legalább ne lehessen érteni. A hajrá mogyoró az mi? Az mi? A hajrá magyarok? Hajrá magyarok? Hajrá magyarok. Hát biztos, hogy azt közben nyomod rá. Nem hajrá magyarok, hanem hajrá magyarok. Ne féljünk a sátántól, a csatártól, vagy a csatától, vagy ott mi volt benne ott a végén? Nem, Jani, szó szerint a kicsi ország, kicsi nemzet arcolunk a világ ellen. Nem félünk a csatártól. Mindenbe helytállunk. Én sátán. Nagyon jó, de nem félünk a sátántól, hajrá magyarú. Hajrá magyarú. Fáko, én mindig mondom, neked a legjobb, komolyan mondom. Neked a legjobb. Igen. Hát jó, hogy tetszik. És most már ezt spontán is tudod? Tehát megtanultad? Te tudod a szöveget úgy, hogyha kérik tőled ezt valahol egy fellépésen el tudod nyomni? Nem, mindegy. Abszolút, Balázs. Abszolút, a fejedben van az egész. Na, egy verszakot csak most így szimplán, hogy szól, gyerünk. Most én álltok. Hát jön a foci édés az olimpia, és a mostani imnusz buskomban, mint a magyarok, azért megírom a Pákó imnuszát. Azt kívánom a magyar csapatok úgy focizom, mint Puská Ocsi, pontos pászkos cselekkel, vigyük Gyuszelemre csapatunkat. Jó, Persze, Ilyen ott vagyok a pályán, itt szól a zene. Nagy szíved van, Páko, ez nagy. És gyerünk, sárszól. És ilyen lettek az osztács aranyák. A Bodi, a Zsuzsák. A Zsuzsák? Ki? A Bodri és a Zsuzsa? A Bodri és a Zsuzsa? A Bodri és Zsuzsák. Jó, én Bodrit és Zsuzsát. A Bodri az Bodri. Hajrá Bodri, hajrá Zsuzsa. Na most jött el a vég. Hajrá Bodri. Hajrá Zsuzsa. Tehát a Zsuzsa a Zsuzsák. A Zsuzsák. Hát én így tudok mondani, Zsuzsák. Jól van, Pákokám. Na, köszönjük a dalt. Én nem hittem volna, hogy ez létrejön, de megcsináltad. Megígérted egy hónap, és tényleg megírtad. Én azt hittem, hogy igen. Te viccesz, de tényleg megcsináltad. Nem, Balázs, amit megígérem, mindig is megteszem. Igen, ettől félek én is. Igen. És most bejelentem nektek, és a videóklipes is már elkészült. Jézusom. Aha. Igen, hát erre az évre, meg olimpiára, a magyarok, a gyözelemre. És a videóklip már elkészült. És azt is a héten valamelyik nap is el fogom küldeni, hogy lássátok, hogy milyen itt is a magyar fotisták. Mm-hmm. Jó van, Pákokkel. Jó. Legyen így. Vigyázz magadra. Abszolút. Jó, nagyon szépen köszönöm. Pauli! Pauli!
Tóni! Kicsi ország, kicsi nemzet, nem, nem félünk a satától, minden helytállunk. Nem neki a legjobb. Hajrá, Mogyorov! Hajrá, Mogyorov! Hajrá, Mogyorov! Ugye, hogy neki a legjobb. Hát, hát figyelj! Szia, Páko Kám, tezzem, ciao, ciao! Szia! Szia, szia! Sziasztok, sziasztok, Bauni! Ja, Istenek, azt is remélem, hogy engem cserélítjenek az olimpiára, meg a VB-re. Ott akkor én nekem ezt a dal. Figyelj, olimpia meg végbé. Cseszlek, hát elvélem. De amikor az olimpiát jól belerakta, a Bari végig is olimpia is lesz. Jó van. Szávasz Pákó. Pákó. Csáó Pákó. Szia, szia. Szia, szia. Szia, szia. Hajrá, Bódé. Hajrá, Bódé. Bizsák. Na, Bávoni. Bávoni. Sziasztok. Itt vagyok még. Páó. Áhóhóhá, ott vagytok. Nem, neki a legjobb. Őszintén. Hát, ugye? Ne. Ugye, hogy neki a legjobb? Szevasz, Páko, Raglev, vigyázz. Szia, szia, szia. Csokolom, szeretném, szia, szia. Jó, sziasztok, csokolom benneteket. Sziasztok, csacsacsacsa. Áhó. Húhá. Csacsacsa. Szűnye. Nem normális. Nem, nem, nem. Egy jó kis ármasugrás, már itt is van a hallgatók. A ármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ugye? Hát, hogy a lelki szegények? Hát övék, gyerekek, övék minden. Őt nem zavarják a gondolatok. Övék minden. Hát ezt már tudjuk 2000 éve, hogy nekik a legjobb. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Jó reggelt! De hűs és lendületes a hangod. Nem hallgatod, Pákon? De, Mogyoró, Mogyoró! Hajrá, Mogyoró! Hajrá, Bódó! Hajrá, Sajtál, hajrá, Mogyoró! Ákos, hello, honnan hívtál minket, Ákos? Sziasztok, Budapestről! Budapestről! És mit csinálsz? Dolgozol már? Mit dolgozol? Mit csinálsz? Hát, ja, próbálom túlélni a mai napot. Na, hogy? Elfagyit szállítom, jobbra-balra. Na, egy Illés bácsinak? Neki is vihetek. Ne, de ő saját magának csinálta a fagyit. Adják Illés bácsi dolgozni. Hagyom. Akkor elkerülöm a tízbe. Nem, de. Ákos, és igen? Fagyit szállítasz. Az jó, ilyen cukikba vagy hova? Hát mindenfelé, aha. Ilyen fagyi alapanyagot akkor ezek szerint? Nem, ez kész termék. Kész termék, de van cukráz, aki készen veszi, ezt nem a cukiban csinálják? Nem, nem feltétlenül. Igen? Aha, csináltatják. Figyelj, a pálinkából is van zugfőzde. Ezzel azt akarod mondani, hogy zugfagyizó vagytok. Terítitek a fagylaltot a budapesti cukrászdára. Igen. Persze, van kokainos, pisztáciás, minden. Na, Jézus, jó Isten. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát menni fog. Érzem ezt a lendületet. Na, figyeljére. Így szól az első kérdés. Hány a szám látható a fekete biliárd golyón? 8. Így van. Mehetünk tovább? Légy szíves. Melyik ország csapata ellen győzött legutóbb a magyar jégkorong válogatott? Hűha. Beszéltünk róla reggel, fölhívtuk Gangsta Zoli. Uh-huh. Akkor még nem voltam képbe. Még aludtál. Aha. Ukrajna. Mondják itt a tezőt. Nem, sajnos nem. Fehér Oroszország. Nagyon nagy dolog volt, igen. Igen, ez volt az egyetlen győzelmünk. Hát az oroszoknak erről más a véleményük, tudod. Szerintük még az is. Igen, igen, nagyon nagy dolog volt. Bizonyám, legyőztük Fehér Oroszországot. Hát ennek gratulálok. Ákos, sajnos nincs búm a második kérdés után. Hát elvéreztem, majd legközelebb. Számon kérheted, aki rosszat mondott, ki volt ő egyébként? Nem merek nevet mondani. Ja, de mi? A Béla. Na jó, a Béla, igen, jó. Egy női hanga. Büntesd meg, úgyhogy mind a kettőtöknek jó lessen. Úgy lesz. Három egy tíz. A garázsba is, tírt úr. Mennünk el. Ciao, köszi. Jó, a köszi, sziasztok. Hello, Ákos. Pedig nem volt nehéz kérdés, hogy beszéltünk is, amíg akkor nem, nem hallgatott bennünket. Akkor még a fagyit kevert. Na jó, van, 3-4-10 lesz, 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Nem baj, ha nincs villa, Jani! Megesszük villa nélkül is, ne zavarjon! Kapott tortát. Ne nyomasszon a lelki ismeret, hogy nincs hozzá villa. Abszolút jó, tehát simán kézzel is.
Mondd, ne nyomasszol, hogy nincs villa. Abszolút, villa nélkül is. Te tudod, hogy... Nem probléma, hogy nincs villa. Ó, gyerekek, hát szülinapi tortát kapott a Jani! Nagyon-nagyon jó fej volt a sütis cukrászat, akik hoztak nekem kettő darab tortát, az egyiket oda is adtam a többieknek. Hagy igen, ők jó fejek voltak, nem te nem annyira. Voltál, mert a csoki tortát vitted el pont. Ja, várjál már, ja nem, az aha. Jó. Az egyik egy pasió gyümölcsös kókuszos, a másik pedig egy ilyen klasszikusabb csoki torta. Hú, gyerekek. Ez bárki követte el, azért ez komoly. Mondjuk, hogy lenyúlod a saját tortádat, nem szép. Nem egy sportszerű húzás, hogy nem kínálsz csoki a csoki tortából. Megkóstoltuk volna, mindegy. Sajnán, nem szép. Annyi van, nem egy sportszerű húzás, hogy a saját tortádat elviszed. Hát annyi van, csak vannak neked érzéseid, komolyan mondom. Hát addig nem esett volna le, akkor csak most érzem, hogy én nem hajtok a fair play díjra. Azt látom. Na mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Kora reggel felhívtuk Gangsta Zolit, hogy egy kicsit meséljen nekünk a jéghoki világbajnokságról, mert hogy kim volt már, ugye hazajött, de ugye hát ott volt. Hosszú-hosszú napokon keresztül felhívtuk, és hát dőlt belőle a szó. Ugye Zolin tényleg csak megnyomsz egy gombot, és azonnal mondja, ha a hokiról van szó. Nagyon helyes volt. Kiderült, hogy nekünk van a legjobb szurkolótáborunk egyébként tényleg. Messze földön szakújságírók is arról írnak, hogy milyen jó a magyar válogatott, hát és Zoli a magyar válogatott szurkolótábora. Zoli meg aztán legendás az ilyen meccseken, hogy ugye ő is mondta, hogy ugye a Finnország Magyarországon gyakorlatilag úgy szurkolt, hogy bal kézzel. Suomi! Hungary! Hungary! És váltogatta a kezeit. Igen. És ugye Illés bácsi cukjáról is beszélgettünk, mert hogy mondtuk, hogy hagyják dolgozni Illés bácsit, aztán ugye ezért kiderült a másik oldal is, ti képviseltétek inkább, hogy rendben van, persze, nagyon érzelmi alapon sajnáljuk, de ha azért szakmai alapon nézzük, akkor lehet, hogy Illés bácsinak már azért meg kellene újítani egy-két dolgot. Ugye egy gödöli cukrászmesterről van szó, aki 78 éves kettőkor kell, és 50 éve szinte ugyanazokkal a gépekkel csinálja a fagylaltot, és hát sírva nyilatkozott ő, hogy bezárták a cukrászdáját. Arról beszélgetünk, jogos, nem jogos, illetve hogy mi fogyasztanánk-e egy ilyen vagy ehhez hasonló cukrászdában. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Akkor mondja, hogy Morning Show kapja az ajándékcsomagot. Hello, jó reggel, ciao. Morning Show, szia, Feri, Jani, Balázs. Szia. Hello. Parancsol, Balázs. A világért se akarlak feltartani. Nem írtad alá, hogy hívnak, ciao. István. Hello István, írtál nekünk SMS-t, ugye a Illés bácsiról beszélgettünk, és azt mondtad, hogy kikit nyomott már fel. Írjanak nekünk hallgatók, akik valaha valakit valamit feljelentettek, azt írtad nekünk, én az apámat nyomtam fel, mert ittasan indult útnak az autójával. A mai napig a szomszédra gyanakszik. Ez igaz ez a történet? Természetesen. Hát ez nagyon akkor jó. És tudja az öreg, hogy te voltál? Nem. Tehát a mai napig... Fogja tudni, sose fogja megtudni. Várja, elkapták akkor? Persze, így van. 100 000-rel megfogták, plusz fél év jogosítvány nélkül. Óriási van. A legjobb arc vagy. De miért nyomtad fel a saját faterodat? Miért nem szóltál neki, hogy a fater, ne ülj autóba? Azért, mert utálom, amikor be van rúgva. Jogos. Így legalább nem vezet. Így van. És hol szó, kinek szóltál? Tehát fölhívtad a rendőrséget, hogy most fordult ki egy piros Dacia a Petőfi Sándor utcából? Nagyjából így? Vagy kit, hol jelentetted föl? Ha nem kerül le adásba, akkor de, B. De adásban vagy, élő adásban vagyunk, nehogy nem. Jó, mindegy, nem mondd el, nem is akarok erről többet tudni, jó? Oké, István, te vagy a naphallgató, ezzel a végtelenül szimpatikus húzásra egy feljelentett saját apádat, akit megvágtak 100 000-re. Viszont nem tudunk ajándékcsomagot adni, mert nem mondtad, hogy Morning Show. Igen, de gondoltad, és bennünket ez is kielégít, hogy gondoltad, hogy Morning Show. Köszi, hogy írtál nekünk. Gondoltam, de mivel eddig még egyetlen egyszer nem írtatok vissza, így nem is gyarakodtam arra, bizony, hogy nem illetettek volna. Vannak ezzel így még pár ezeren sajnos, akik már szinte haragudnak, hogy nem őket hívjuk vissza, de hát azért persze, nem tudom mindenki. Remélem, hogy még bekerülök majd a valamelyik játékotokba is. Remélem azt is, hogy még egy pártal vissza fogtok engem hívni. Nem tudod, ha egyszer egy üzletbe indul. Most már minden édes itt veszel velünk. István, köszi! Minden rejtett számot úgy fogok ezentől fölvenni. Jó, hát csak 6-tól 10-ig, tehát délben azért ne ordíts bele, hogy Morning Show, nem mi lesz. Jó? Rendben van, Balázs. Csáó! Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Hello, szia. De jó arc volt. Szia. Csabi, hello, jó reggel. Hajrá, Magyaró! Magyaró! Tetszik az új indus, mi? Én bírom, csupa szív fiú ez a Páko egyébként. Hajrá, Bódi!
Igen, böde. Hajrá, hajrá, Zsuzsa. Ha már az István megemlítette az előbb, hogy játék, képzeljétek el, folytatódik itt a játék folyam. Na. A kívánság műsorban beindul a klassz halott pénzőrület. Ugye most a pénteken lesz a halott pénznek egy klassz bulija, amire már nincs jegy, tehát már hónapokkal ezelőtt, vagy hetekkel ezelőtt elfogyott, de természetesen nekünk még van egy pár. A becsárját. És meg lehet nyerni. Ilyen ügyes vagy te csak. A becsárját. És ennyire egyszerű, csak hallgatni kell a Klassz FM-t, és ha feltűnik egy halott pénz sláger, azonnal telefonál. Azt a leborult szivar végét. És ráadásul nem csak a halott pénzt lehet végignézni, hanem ezt, talán elmondhatjuk ezt a kulisszatitkot, hogy... Hanem téged is a VIP-ben. Igen, tehát hogy mi is ott leszünk. Tehát ott fogunk egyet. Tavaly is ott voltunk, tavaly elhellóbb. Most halott pénz. A második pálinka után kezdtem el elveszteni a fonalat. Arra még tudom, átkeveredtünk valahogy a bazilikához, de nem emlékszem, hogy jutottunk át. Na, ezt most meg lehet nézni Balázsral. Közösen át lehet menni a bazilikához. Jó buli vagy. Jó, tehát játék lesz, tessék figyelni. Jól van. Csabi, én a kívánság műsorral 555-55-00 a telefonszám. Csabikám, jó munkát, holnap hatkor jövünk. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.